Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vazsony Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perce már. Jaj, de szeretem, hogy rögtön ezzel kezdünk. Ez legalább a sajátod? Hallod, ez bele sem megy. Zsűl! Bocsánat. Ne haragudjatok. Miért nem teszi össze nekem a Zsűl a cuccot reggelre? Mert más dolga van. Más dolga van, kérlek szépen, itt meg kell még nézni, hogy nem tudom, a kávéval mi van. Zsűl, tedd már nekem ezt össze, légy reggelre mindig, mert hogy se fülesem, se bedugva, se felhangosítva, semmi, én meg ülök itt, mint egy here. Hát úgy nem azért, pedig nem ülök ilyen szépen. Nem tudom, mert most Jack Dugó. Igen, aki van kicsi, meg nagy. Tessék? Van kicsi, meg nagy, az kicsi volt, az nem jó. Na mindegy, jó, ez meg nem az én fülesem. Bonyolult ez a reggel. Zsűl, nem az én fülesem van rajtam. Légy, segíts, kérlek. Oh. Hello, Feri, jó reggel. Hello, reggelt, drága hallgatók. Szevasztok. Szenvedünk, de meg leszünk. Rögtön összeállok. Ha összeállok, azonnal meg vagyok. Onnantól kezdve már nagyon jó. Igen. Zsűl, egy ilyen izét azt kell rátenni a végére. Az, mert ja. Ellopták. Ellopták. Fogadtunk a hóesésbe, vagy nem fogadtunk, nem fogadtunk a hóesésbe? Ráadásul hát nagyon sokan. Puhák vagytok, úristen. És azért érdekes a dolog, mert tegnap a főnökünk is küldött egy videó részletet, ahol esik a hó, hogy te köhögd a gubát, és most a hallgató is azt írja, hogy te köhögd a gubát. De miért köhögném? Hát nem neked kell, ha fogadtunk volna, akkor nekünk hát kéne köhögni. Ezt nem is értem, a Viki is mondta tegnap, hogy Facebookon írják egy csomó, hogy én fizessek, de miért? Hát az volt, hogy én tartjátok-e, hogy lesz hóesés. Igen, és én arra tettem volna, ha nem vagytok puhák, hogy én még bevállaltam volna, ami az én részemről nagyobb reszkírozás, hogy bevállalom a hóesést egy március, mit tudom én, 18-a után, amikor 23 fok volt. És azt mondtam, hogy na, hóesés tartja valaki, hogy én ugye, hogy lesz, ti ugye, hogy nem lesz. Így van, csak mi nem voltunk hülyék, hiszen tudtuk, hogy lesz. Ugye? Igen, előtt, és sajnos nem fogadtatok, pedig én gondolkoztam, hogy most fogadtunk, rámondtad az igent, vagy nem mondtad rá az igen. Nem mondtuk nem rá, mondtad rá egyikünk se, ja. Se a Jani, se én, mert éreztük, hogy veszteni fogunk, és már elbuktunk egy tízest ezzel fejenként, vagy nem tudom, darabon. Ötöt, és persze, nem akartunk még egyszer. Vagytok olyan tökösek, hogy 10-10-be fogadjuk. Jaj, hagyjál már, ki szokott felrakni 20 játékpénzt egy vesztes meccsre? Én. Nem, nyerni szoktam. Az utolsó, de ez úgy. Úgy megörültem, igen, mert hogy havazott a Mátrában, a Bükkben, Ózdon, hózáporok alakultak ki, máshol jégdara esett, mondom, jó van, bejön Bali, köhögik a gubát neki, szépen virítják a lóvét, egyből jobban indul a reggel, de akkor nem mondtál rá végül ámen. Jani nem mond, igen, hát ő 1000 forintnál nagyobb dolgot egy nagy bevásárlásnál se ad ki a kezéből, úgyhogy azt mondjuk megértem, hogy ő erre nem fogadott, de... Bár most már kezdem azt hinni az SMS-ek alapján, hogy te fogadtál arra, hogy nem fog esni, és mi pedig arra, hogy fog, úgyhogy köhögd te a tízest. Annyian írják, hogy én köhögjem a gubát? Igen. Tényleg? Nem, néhányan írták azt, de tényleg nem értem a félreértést, mert sajnálom, te a hóesessel vagy. Igen, nem voltam elég erőszakos. Én annyira hittem benne, hogy lesz még. És annyira mehet. Tudtam, hogy még egyszer lesz egyébként, hogy ezzel még tudok egy kis pénzt keresni. Na és most egy fogadás, hogy még... Hogy még egyszer? Na várjál, mi van most? A hanyadika van? Április 10? Lassan két hét van, május van. Jó, május egyik. Jó? Vagy menjünk tovább, május közepéig? Nem, szerintem ez volt az utolsó. Azt is megmondom, hogy miért, mert péntekre újra 20 fokot mondanak. Aha. És az már onnan szerintem nem fog vissza hidegülni. Na ki a puha? Egy hónapig mondtam, hogy fogadjatok. Jaj, reggel képzeld el, mi történt velem. Láttad a Marsot. Nem, azt már megnéztem. Én azt megnéztem, letudtam, nekem ezzel a csillagászat élmény le van tudva. Sose találnád ki. Csak egy mondat, mindjárt elmondhatod. Tegnap este megtaláltam én is. Igen? A Marsot. Na most, hogy te ezt a kis... A hűtődben egy Mars te. Nem. Hogy ezt a kis art hype-oltat heteken keresztül. Hát gyere, láttad te a Laci a Marsot? Hát van a Laci, hold... csak akkor néz föl az égre, ha hanyat fekszik. De az előbb. Van a hold, és jobbra fönt volt egy ilyen kis izé. Igen. Az volt a Mars. Az. Annak örültünk egy világ. Hát nem fantasztikus, hogy fölnézel, és ott van, és láthatod a Marsot szabad szemmel hát, is. Lehet, hogy abban a pillanatban a Marsról ugyanúgy néznek minket, és te összenézel valakivel. Ez kicsit túl gondolod szerintem. Te állsz itt a földön a 13. kerületben, ott áll valaki a Marson, és egymást nézitek, és van a két nézés között X perces szünet, mert ugye ami a Marsról fény ide ér, az ugye nagyon lassan ér ide. Hát hamar itt van viszonylag, aha. De hogy mégse azt a Marsot látod jelen időben, hanem a múltat látod az égen. És lehet, hogy egy ugyanolyan, egy másik én nézett vissza? Az is lehet. Tehát, hogy mi ugyanott is lakunk, és most ugyanúgy beszélünk a Marsi... Nem, ott valószínű nem lakunk. De az, hogy mit tudom én, ránézel egy másik csillagra, vagy egy másik bolygóra, aminek nincs saját fénye valahol az égen,
és onnan lehet, hogy téged valaki ugyanúgy néz, azért erre minden esély megvan, hiszen nem ismerjük az égboltot, csak be tudjuk azonosítani. Hát azért Marssal szerintem... A Marsot igen, de vannak földszerű bolygók is, mit tudom én, nagyon barátságos 10 fényév, 15 fényév, igen. Ami azt jelenti, hogy a fény ugye egy éven keresztül, vagy 10 éven keresztül utazik, másodpercenként 300 000 km/h, hogy ide érjen. Na most ott nem tudjuk, hogy mi van, de mégis szabad szemmel mondjuk látható. Szerintem azért ezek izgalmas dolgok. És azt mondják, hogy ott a föld. Ha. Vagy fölnézel például az égre, és látsz olyan dolgokat, ami mondjuk 5 millió fényévre van. Aha. Tehát 5 millió évig jön a fény, mire ide ér, vagyis te mit látsz az égen, ebbe belegondolni is döbbenet, az 5 millió évvel ezelőtti égboltot. Tehát lehet, hogy az már nincs ott. Tehát ha most látok ott valamit... Akkor az 5 millió évvel ezelőtt indult. Van, mondjuk. Az lehet, hogy nincs. Tehát fölnézel az égre, és látsz egy olyan mondjuk napot, ami mondjuk 1 millió fényére van tőlünk. Ez azt jelenti, hogy az a fény, amit te látsz, 1 millió évvel ezelőtt indult el. Jézus. Lehet, hogy ez a nap már nincs meg. Érted? Micsoda hülyeség lenne, akkor oda menni. Lehet, hogy azok már nincsenek is ott. Érted? Leszállnál, azt nincs hova. Hát igen, simán. Elindulsz, és nincs hova leszállni. Na miért nem is, hogy szerintem izgalmas. Eleve a múltat tanulmányozott, ha az égboltat nézed. Ez egész belegondolni szerintem nagyon jó. Reggel fölkeltem, fogtam a kis fogkefémet, elővettem, tettem rá fogkrémet. Eddig még ugye minden teljesen szokásos, nem? Már kezdtem szedni, és sejtem, de folytasd. Nem, megfejtetetlen. Kinyitottam a számat, és berepült a számba egy muslica. Itt áll valami testek. És azon dolgoztam, és azóta is azon gondolkozom, hogy ez most hol van. Ugyanis nem jött semmi, ki. Megetted. Az kész, ennyi. Sőt, lehet, hogy öngyilkos akart lenni, és leugrott a sötétbe. Igen, lehet, ez, hogy ott van a kis gazdám szája, belerepülök. És azonnal elkezdtél rá fogat mosni? Nem, mert annyira álmos voltam, hogy ugye megnyitottam a csapot, szokásos mozdulat, hogy fogkefe, fogkrény, szányít, és abban a pillanatban, hogy periférikus látásom, és megállt egy pillanatra a fogkefe a kezem, mert most ezt nem öleltem meg. Most mi lesz? Na? És akkor tőle elkezdtem... Megpróbáltam kifújni, semmi nem jött már ki, és egy idő után azt mondtam, hogy jó, hát akkor hújjon. És elkezdtem fogat mosni, és azóta várom. Hogy kijöjjön. Hogy most mi lesz. És lehet, hogy kapaszkodik, hogy ízibb a garatodba így. Lehet, hogy ott csücsül tényleg valahol, és kapaszkodik. Vagy bal felső hatos mögé elbújt, és jól érzi magát. Vagy lenyeltem. Ettél tegnap fogmosás után valamit? Nem szoktál. Borozgattál este? Tegnap nem. Az se. Te lehet, hogy a számból repült ki, mert ettem egy szőlőt. Igen, végre ki. Mert hogyha beteszel szőlőszemet, leteszel egy... Ettem valamelyik nap szőlőt. Na, leteszed a szőlőszemet az asztalra, és ráborítasz egy poharat. Senki meg nem tudja mondani, egyszer csak lesz benne muslica. Úgy, hogy egy egészséges szőlőszemet tettél le. Halál komolyan. Igen, tehát benne hogy azok honnan jönnek, igen, az egy nagy rejtély. Na, ha te ettél szőlőt, és speciál nem az, hogy nyitott szájjal, hanem mondjuk csukott szájjal aludtál egész éjszaka, akkor kész, az belülről jön. Akkor lehet, hogyha most ásítok egyet, és kifújom a levegőt, akkor 30 000 muslica így kiömlik a számból? Szerintem biztos, ne próbáljuk ki. Na minden. Velük. Úgyhogy sajnáltam szegényként, de aztán úgy megtörtént a fogmosás, meg gyöblögettem is, és gondoltam, hogy ha kismázdiával lenyelem, ott még akkor van ideje élni, nem sokáig. És most várom, hogy van-e valami kis repülés a hasamba. Vagy bármi, amikor így érzed, hogy szűzik. Nem, hogy gyomorsabb megoldja. Az, hogy a gyomorsabb meg, ő egyből beleesik a gyomorban? Ne, hát előbb. Vagy, hogy gyorsan repül, akkor ott még a gyomorsabb fölött az olyan, mint egy tó, igen. És akkor ő ott fölötte tud repülni. Igen, ez lesz az, így lesz az. Laci, gyere már be, légy szíves, meg egy tudományos kísérletet szeretnék még csinálni kora reggel, hogy a Laci odahajolna a hasadra és meghallgatja. Hogy nem zümmög a hasam? Hallgass már meg a hasát, mert lehet, hogy még most itt nem zümmög. Hát, ja, igaz. Fényképet! Na? Ha? Odahajolt. Aranyos vagy, jaj! Laci, jó, azért nem kell többször, mint amit kérünk. Milyen kis hideg a fülecskéd, jaj, de jó vagy. És mit mondod, zümmög, nem zümmög? Mert lehet, ez egész úgy van, hogy van maga gyomorsav, mint egy ilyen nagy tó, és ha abba te beleesel, akkor ugye, ha én esnék be mondjuk a te torkodba, akkor egyből belecsobbannék a gyomorsavba. Viszont a muslica lerepül a torkom, és ott még nagyon verdes, akkor még nem esik bele a gyomorsavba. És vannak ilyen föllövő láva folyamok a gyomorsavból. Igen, és vajon is próbálják elkapni a muslicát? Érted, milyen nehéz kérdések ezek? Na mindegy, úgyhogy hát most várom, hogy hát ha él. És kijön. És azt nézem, hogy hát ha valahol kapaszkodik tényleg a hatosomba vagy. A fogkefén nem maradt rajta. A fogkefén megnéztem, a fogkefén nem maradt rajta.
A habbal nem köptet ki? Hát az még sanszos, ugye, hogy ő belekeveredett egy kis habba, és most már valahol a csatornába küzd a kis életért. Szegény. De milyen szörnyű, gondold el, hogy vagy te egy muslica, bejön egy nagyon nagy darab ember a fürdőszobába, tehát riadta megpróbálod menteni a családod, elterülő hadművelettel repülsz, és azt veszed észre, hogy berepültél a szájába. Bent vagy egy nagy ember alagútjába, ömlik be a víz, valami habos trutyot kering, gondold el? Egy hozzád képest autóbusznyi szőrös szerkezet járkál a szájba. Megpróbál egy ilyen szőrös szerkezet lassan agyonnyomni téged leföl, próbálsz balra repülni, jobbra repülni. Fia, a muslicának a fogkefe feje az pont akkor, amint nekünk... Egy DAV busz. Na? Igen. Most az elő ugorj el. Most gondold el, hogy egy ilyen DAV busz egy alagútba jön ki be, és te az elő próbálsz elugrani, jön egy ilyen Niagara-szerű vízesés, ugye? És rohadt gyorsan jön a busz, ugye, hogy mosod a fogkefét. Igen. És oda-vissza. Na mindegy, úgyhogy hát szegényké, mert ez volt. Mi újság egyébként veled? Kérlek szépen, behajtottam, vagy lehajtottam a fejem, és azt mondtam, hogy én csatlakozni akarok az én két társamhoz itt reggel. Na. Én nem maradhatok el a világ történéseiből. Nekem ott kell állnom, amikor ti beszéltek a filmekről. Na. Mert egy maradi vidéki paraszt vagyok. Hát nem, csak utoljára moziban a Kémek a sasfészekben láttad. És hát milyen jó nincs, film volt az. Nincs ezzel, vagy illetve a Moby Dicket Gregory Peckkel. Hát, Istenem, ahogy ott fekszik a végén, oda kötözve Valamit behoznod, maradjunk ennyiben. Na, és hogy sorozat legyek, én is sorozat függő, mondtam így tegnap magamnak, ami éppen aktuálisan ment, az kérlek szépen a Spartacus című sorozat, nem tudom, hogy te láttad. Ez már az új Spartacus, tehát nem a Kirk Douglas-es régi. Igen, nem, ez az ezer évvel ezelőtti, ez az új. Ja nem, ez a új sorozat. Igen. Van. A következőre kapcsolódtam be, hát akik nézik, azok biztos ezért nézik. Egyrészt abban igazatok van, hogy már egy sorozat ma már tényleg úgy néz ki, mint egy mozifilm. Sőt, tehát hogy rettenetesen gyönyörű. Írdatlan durva. A Spartacus az pont ugyanazzal a rendszerrel van csinálva, mint a 300. Igen. Ugyanaz, gyönyörűen. Na, bekapcsolom a tévét, tudod mi az első kocka? Tudom. Egy kuki. Az. Egy kukit látok magammal szembe, mondtam, anya, életem én erre nem voltam felkészülve, hát itt azt hiszem rabszolgalázadás van, érted, hogy nem, azt látom, hogy lemászik egy egyébként jó képességű némberről a bácsi, és megmutatják neki a micsodáját. De engem nem érdekel a férfi micsoda, tehát nekem nem mutassanak kukikat, ahogy bekapcsolom a tévét. Pont rossz sorozattal indultál, igen. Igen? Ez volt az első. Ott kuki van, nuni van, szex van, ölés van, nagyon naturális az egész, nagyon, de nagyon jó. Hát figyelj, volt olyan, hogy tizedelték a csapatot, azt már nem tudom, hogy miért, mert ilyen apróságokon, mint a sztori, az egyszerűen nem tudtam feldolgozni, és ott konkrétan az van, hogy ilyen botokkal a többi katona azt az ötöt, aki az 50-ből ugye kiválasztódott, azt ott, hát, nagyon vett. Ott vége is van. Így néztem, mondom, Eti, ez. Mondod, anyu, hogy elment a világ utoljára, hallod, a nagy bálna azon a fahajón ott, amikor fújtatott, és akkor... De szép. Hallod, hát nézd meg, a halál 50 órája 1973-ból, igen. Hát most a Moby Dickben milyen trükk volt, hogy azt a nagy bálnát odarakták, érted? Azon még látszott. Igen, elfújta a szél Scarlett-tel 1968, anyuk, nézd már, meg kuki van a tévében. Azért jött szembe velem, mert fölállt a bácsi a nénitől, teljesen természetes módon elindult, de felém jött, érted? Majdnem neki ment az objektívnek ott a micsodájával. Hogy tényleg ezek vannak a sorozatokban. Igen, a Spartacus az ráadásul egy ilyen elég naturális, ugye nagyon mindenki mesztelen, ölnek, halnak, igen, szex van, nagyon jó, ott 8 vagy 10 részből áll. Én elkezdtem nézni, csak maga a sztori nem érdekel, hogy most néhány ember ott lázadozik a sors ellen, ez sose érdekelt. Meg tudjuk mi a vége. Tudjuk mi a vége, megfeszítik őket. Úgyhogy ez így ebben a formában nem, én a 300-at nagyon szerettem, de önmagában bele-bele pillantottam, és nagyon jó. Nagyon jó. Kemény. Nem ezzel a sorozattal kezdeném, aha, ha mondjuk a te helyedben lennék, de tényleg jó. De én másikat meg nem nézek még. Nem? Hát figyelj, adtam egy esélyt nektek és a sorozataitoknak, hogy veletek legyek, amikor így elborultok és ezekről beszélek. Amikor elkezdünk beszélni. Érted, hogy amikor azt mondjátok, hogy Walking Dead meg ilyenek, akkor így oda tudjak csapni valamit, hogy jaj, hát ez kit érdekel, mikor én Spartacus függő vagyok, mondanám. Igen. Így, de nem leszek, érted? Én nem akarok kukikat nézni, meg vért. Van benne nuni is. Nyírtörés mutattak. Mutatják, nyírtörés, igen. Mutattak. Azt, igen. Orvosilag mondanám, hogy ez alsó lábszár kapott. Tehát, hogy így nem hiszem. A te kis érzékeny lelked, neki jó a Kalifornia például. Az ilyen vicces? Nagyon vicces. Nagyon jó vicces. Csajok vannak benne. Nagyon jó nők. Nagyon nagy dumák. Óriási szövegek. Igen, csak cicik. És csak cicik. Az a Dacsovnis. Igen. Gyukovnis. Amit sosem néznék meg az X-akták után, mert azt hittem, hogy annál rosszabb sorozat nincs, mint az X-akták, és ebben nagyon jó. Ebben 7 évad van belőle, és sírná rajta. Tehát
őrületesen. Na őrületesen. Jó, Kalifornia. Még egy próbát lehet, hogy valamikor ebben az azt évben. Azt kell, de abban megnézel két rész, és nem tudod a baj. Nincs benne, semmi olyan, amit nem láttál, mindennel tele van, amit nagyon szívesen nézel. Aha. Azt jó. Értem. Jó, jó. Olyan csajok, hogy megőrülsz. És persze mindegyiket felszedi, és mindegyikkel összejön. Tehát, hogy... Aha. Na, jó, fölcsigázta egy kicsit. Ezt a Spartacust, ezt elengedem, ez az én lelkemnek, ez túl sok. Túl sok volt a vér és a kuki benne egy része belül, úgyhogy ez nagyon, egy, abban viszont... De nem van. Együtt volt a vér és a kuki. Nem. Tehát külön volt, hogy azért igen, mondom, hogy véres igen, kukival indít, azt mondom, az kicsit lehet erős. Nem, előbb kuki utána volt a vér, de abban igazad van egyébként, hogy zseniálisan volt megcsinálva. Az nagyon-nagyon-nagyon jó. Egy mozifilm. Na jól van, a mi drága Janink az Szabin van, Jani goes to Zsámbék, azt hiszem, vagy hova? Jani goes to Balaton lele. Mindegy, nincs egy hét. Nincs egy hát hét, gyerekek. Még. Jövő hét szerdán van, elvitte az ő kis családját tavaszi szünetre, igaz, hogy a család nem akart menni. Apu, de biztos. Apu, nem akarok táborba biztos. Menni, mondta Virág, de ráadták a kertésznadrágot, a túrabakancsot, és már valahol keresik a kincses ládát a zsámbéki dombság mellett. Úgyhogy, ami drága Janink egy kicsit szabizik, pihen, megérdemli, rászolgált. Szerintem nem, de mindegy. Igen. Igen. De, nagyon megérdemli. Igen. Köszönöm a kijavító SMS-eket, a fénytér rosszul mondtam, nem, mintha nem lenne mindegy egyébként, de igazatok van, másodperceként 300 000 km/h, tehát igen. Szóval, hogy... Kilométer per szekundum? Igen, 300 000 km/s megyünk, meg 300 000 km/h mondtam, mert ki, szinte mindegy. Meg aki járt egyszer fizika órán, abban szerintem, tehát hogy annak így megvan. Mert én jártam, és én tudtam ezt a kilométer per szekundumot, de észre se vettem, hiszen pontos számot közöltél. Igen, szóval az a lényeg, hogy baromi gyors. Ez a lényeg. Gyors. És még látom, de már nincs ott. Na. Igen. Jó, hogy állunk játékkal? Felhozóban vagyunk egy-egy. Neked nem sikerült az újraélesztésed, mint híró. Azt egyelőre nem tudtam visszaülni a lóra egy három hete. Mint híró, az egy kicsit most megkopott a fényed, Jani helyre pofozta a dolgot, és akkor szerintem ma én jövök, hogy még egyet készülj rá lelkileg, és holnapra viszont szedd össze magad, mert az te vagy. Hát ha csak nem akar valaki a gyengébe rúgni. De az olyan aljas. Most én hallgató lennék, én rámennék a gyengére, és rugdalnám a földön, amíg mozog. Jó, válasz egy egészet, vagy csak egy fél rugdalást? Nem, hát ha beválasztanak, én továbbra is küzdök, hogy visszaüljek a lóra. Persze örülnék, ha téged választanának, és békén hagynának, de vissza kell ülnöm a lóra. Jó. Három hete nem nyertem. Annyit kérek akkor a játékostól, ha Balást választja és megveri, akkor valami csúnyát még szólj be a végén. Tehát az legyen a fekvő emberbe való belerugás. Akkor bármit, egészen nyugodtan. Írják neked, hogy kezd a Magnummal a sorozatot 80-as évek. Arra emlékszem, az a szép bajuszos ember. Bajuszos, én szerintem az egy picit neked túl izgalmas lenne, tehát vagy egy két férfi egyesületet tudnék javasolni, vagy egy Knight Rider-t. És akkor innen szépen eljutunk a Kaliforniáig. Jó ide, jó volt. Jól van, lehet jelentkezni játékra, jó, drága hallgatóink, egészen nyugodtan bármelyikünket kihívni, arcoskodó SMS-eket írni, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk kettecskén. Igen. Ami Jánosunk már goes to Zsámbék, vagy nem. Jani goes to, Jani goes to Köveskál. Nem, még ellenőrzi az autót. Ja, jó, hát a indulás csak holnap reggel van, ma egész nap checklist. Na, anya, betette? Nem, föltettük? Igen, ma készülődik a vadon család, holnap pedig nekivágnak a túrának, szóval Jani pihen egészen fura módon, szabadságon van. Mi pedig játszunk, ugye jelen pillanatban, hogy van egy-egy? Igen, egyet te vesztettél, egyet a Jani nyert. Nem állunk jól. Ne, ezt így nem mondanám, azért szerda van, ebből még bármi lehet, ma hozott, holnap hozott, én pénteken elveszíthetem. És meg is vagyunk, és újabb elveszettét, igen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hagyjam a szánalmas egyedül röhögést. Nem, az mindenképpen kell. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, Anita vagyok. Hello, Anita. Anita, honnan hívsz minket? Mezőtúról. Ah, van egy-két éves gyermeked? Van. Hol vagy? Eltűntél. Vagyok. Itt vagy. Na, hogy hívják a kicsit? A kicsit a Félixnek hívják. Félix. Vagyok Samunak. Máhogy? A nagy, meg Samu. Van egy nagy is. Ja, van egy nagy is. Ő mekkora? Van. Ő 8 éves lesz.
Fő most valami a gáztűz helyen nálad? Hogy nem, most ja, csak egy kakaót olyan... kaptak kint a nappaliban. Akkor az lehet, hogy néha oda kapja a fejét, hogy ja Isten, kifut! Igen. Nem, eltűnök néha? Igen. Igen, kicsit eltűnsz. Kivel találkoztál egy benzinkúton? Mit ír itt nekem az Anna? Itt vagy? Itt vagyok. Nem lesz jó. Nem, eltűnsz folyamatosan. Találkoztál valakivel egy benzinkúton? Veled, Balázs. Velem? Aha. De hol? Igen. Hát majd a játékban elmondom. Ja, a játékban akarod elmondani. Ú, de titokzatos vagy. Vette nekem, hogy mikor volt a mezőtúra. Mit csinált a mezőtúra? Nem, nem. Na, mindjárt elmondod. Jó, legyek én. Le, igen, igen. Tehát a földön fekvő embert rúgdalod tovább. Nagyon szép gesztus. Vagy. Nem tudom. Adjál neki. Nagyon szép, hogy fekszem a földön, össze-vissza vertek már, de még meg akarsz rugdalni. 3 hét elveszett meccs után. Játszunk, jó? Feri? 3, 2, 1, tessék! Na, mesélj, hol találkoztunk? Budaörsön, egy benzinkúton tankoltunk, és mellénk parkoltál. Mellétek álltam? 3 hete volt. Mellétek álltam be? Ja. És mi, dumáltunk, vagy mi történt? Rád néztem, te visszanéztél? Lehet, hogy rám néztél, mi ketten ültünk a barátnőmmel az autóban, és jó kitárgyaltunk, míg a férjeink tankoltak. Tényleg? Tényleg. És miről beszéltetek? Nézd már, megint ott hagyta a fenekét. És ez a kacsa, hogy elvette? Azt beszéltük, igen. Gyertem, megcsináltam, meg tudtam érni! Visszaültem a lóra! Három hónapos mély alvásból visszatér. Egy hibernálás után. Itt vagyok újra! Yes! Kapom. És most a WC-t. Jó, várj, a WC! Hol a... Nincs meg a WC-m, mit tesz? Hú, de nehéz, nem gondoltam. Látod? Ne, életem, hát miért nem annak örülsz, hogy visszatért a király, hogy újra hát itt van, hogy visszaült a trónra. Egyél finom, batyút. Na és figyelj, mit mondtatok, rosszat? Vagy jót? Csak annyit mondjál. Hát úgy mindent. Szép a feleséged, a kisfiadat szerettem volna látni, aha, de annyira le volt sötétítve a hátsó üveg, hogy azt úgy nem. Uh-huh. Nem jött össze. Aztán, meg olyan kis sovánka vagy. De azért sovánka. Sovánka vagy. Nézd már, milyen kis sovánka, hallod? Nem beteg ez a gyerek? Nézd már, nem hív pozitív, nézd már. Jó, de a barátnőd azért csak mondok, de azért megrángatnám egy kicsit, nem? Igen. Nem volt? Nem. Kopik a renomén az olyan. Nem nézek ki túl jól. Jól van, hát elbúcsúzunk. Hát, sajnálom. Mi? Én nem annyira, most megmondom őszintén. Köszi a játékot. Én is. Ciao, hello. Hello. Így van, megkeressük ezt az effektet. Visszaültem. Újra itt régi fényedben ragyogsz. Hát egy embert nem láttatok még, hallgatók ilyen boldogan 7 előtt 5 perccel. 3 vagy 4 hét után megnyertem, és megcsináltam. Ennyi. Altattál. Kutyafáját, de jó. Szép játékkal, tehát nem voltál passzív, senki. Nem. Gyönyörű küzdelem, és kijött az régen az úgy volt, hogy akkor voltam ilyen fura, ha esetleg vesztettem. Most még mennyit változott a világ, mi? Már nézd egész meg. Más. Örülünk egy nyomorúságos győzelemnek. Na jó, van így, akkor 2-1. Így van. 2-1-re megyünk. 4 perc van pontosan, 7 óra jönnek a hírek után jövünk mi is. 7 óra múlva 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello Bali. Igen, át kell alakítanom ezt a Hello Jani, Hello Feri. Ugye Janinak köszönök mindig először, ez valahogy rögzült, aztán te, de ugye Jani nincs, és egyből Hello Ferit kell mondanom, hogy nem mondjak Hello Janit. De mondjál Janit, hát nem szól vissza, de azért, igen, hogy velünk van. Velünk van. Messze a hallgatókat arra kérnénk, mert szerintem mint a altatás volt ez a Balaton, ha bárhol látják az országban a Janit, jelentsék. Jó? Tehát bárhol van, legyen egy ilyen kicsi üldő, ne bántsátok, tehát nem kell megszólítani, nem kell lefotózni, csak jelentsük, hogy a Jani melle jó, van. Jó, legyen egy ilyen, igen, vadászunk Janira. És ha Ferihegy 2, ott nem? Csak fogadja a rokonokat. Ott beszállok át, hogy biztos nem lesz a kezébe. Ha csak nem valami belföldi járatra esetleg beneveznek, de ez nem baj, hát mindannyian mások vagyunk. Jani a nagy belföldi túrázó, nem? Ő hazánkat képviseli mindenhol, leginkább hazánkban. Hazánkban és a várakban. Hazánkban és a várakban, igen. Jó, legyen egy ilyen, ki hol látta Janit? Jó, az jövő hét szerdáig mehet, tehát bárhol, ahol van, jelezzétek nekünk, mert szerintem ugye ő azt mondta, hogy Köveskál, meg a déli partonra mennek valahova. Igen, átmennek az északi partra is, ja, kalandvágyból.
Egy sötét vidék az Mordor, Mordor sötét vidéke, de átmerészkedni. Jó, de ne legyen az, hogy igen, láttam Janit, három pöttyös labdára váltotta a Super Shop kártyáit, egy mezőkövesd benzingutat, tehát ne kamu információk ilyenek. Csak figyeljük távolról. Hány krémes teszik meg? Hol van? Ennyi. Túrázik? Milyen arcot vág a virág? Unja a tábort? Menne már vissza az iskolába? Boldog, hogy szabadságom van? Nyilván boldog. Hol van most? Ugye? Aha, jó. Próbáljuk megfejteni. Ennyi, de nem kell mondom zaklatni, nem kell bántani, nem kell fotózkodni, nem kell... Semmi, hagyjuk megképp, majd pihenjünk. Igen. De itt van a kertben, írja valaki. Most nem ilyen SMS-ekre gondolunk, csak tényleg, hogy hol van, mit csinál. De szerintem most még szunyókál. Nyilván, mert tegnap, illetve még ma hajnalban is nézett valami sorozatot, tehát végre nem kell felkelni, akkor neki egy négyig van tévézés. Valószínű, hogy négyig sorozatokat nézett, igen. Nem lehet, hogy ez a muslica, amit lenyeltem, ez találkozott a többi muslicával? Mi volt már benned? Állítólag mindenkiben van. Nem, ez szórakozzál, már bennem nincs muslica. Állítólag, ha a bort iszol, vagy szőlőt teszel, akkor van a gyomrodban. Nem, egy ideig. Tehát most tegnap ittam egy föröccset, akkor most bennem az... Akkor most benned is kikeltek. Ugye reggel meséltem arról, hogy lenyeltem egy muslicát. Lehet, hogy nem nyeltem le, hanem itt van valahol a számban. Most azóta ezen gondolkozom, hogy hol van. Orrüreg? Nem tűnhet el egy muslica csak úgy. Tehát lehet, hogy itt ül és küzd a falatokkal, meg a beömlő teával, és azt várja, hogy valahogy kirepülhessen. Na most, ha az igaz, hogy ugye mindenkiben van, és nem mondtad, hogy ettél szőlőt. Hát nem élve, állítok, megeszel muslicát, lenyelsz pókot, megeszel bogarat, jó, de kukacot. Ha most megvan a gyomrodban a nagy tó, amelynek felszíne sima, mint a nem fodrozódó tenger, és a fölött kering a muslica raj, ha most kaptak egy új erősítést, lehet, hogy kitörnek. Lehet, hogy és így kijönnek a muslicák. Gondolj, minket embereket megenne egy ezerszer nagyobb állat. És gondold el, az nekünk milyen lenne. Tehát lenne valami, hányszor vagyunk nagyobbak egy musticánál? Milliószoros. Milliószoros? Szerintem milliószoros. Hát egy musticát leraksz a lábadra, és ezt milliószor rakod körbe, amíg fölér a testedig. De nem csak magasságot kell rakni, hanem szélességet is. Súlyra is? Igen. Az tehát én mondjuk a 70 kilónak az 1 millió modszoros, mondjuk a te esetedben, igen. Ugye, az kettő legalább, ha a 70-et említetted. A te esetedben egy cserebogár is. Na. Megvan egy milliószoros, akkor a nagyításban van valami, ami téged megesz. Te mit csinálsz? Hova kapaszkodsz? Na ez az, hogy mi hova van? Kapaszkodsz? Hát ez az. Bennmaradok a szájába valószínűleg. Nem engedem, hogy lenyeljem. Ahogy hívják azt a kis figyelj. Garat. De a ilyen nyelv, gyök, vagy csonk, vagy mi az tolít hátba. Igen. Ez az, igen. Abba kapaszkodik a muslica. De tudom, hogy már lement kávé, lement tea, lement víz. Mert folyamatosan ömlik be valami. Nem, ő azt várja, hogy megszáradjon a szárnya, hogy ki tudjon repülni, de ugye mivel mindig iszol, ezért nem fog megszáradni. Ha föl akarod szabadítani a muslicát, akkor most ne igyál, és ne nyelj egy óráig. Jó, remélem, hogy meg. Én úgy sajnálom, hogy lenyeltem. Nem jó érzés. Valószínű halott. És most sajnálod? Nem, kicsit. Olyan fura, tudod, úgy várom, hogy úgy kirepüljön, és akkor az úgy kerek lenne. De miért, mert megöltél egy muslicát? Csinálni kell egy hello, és abban a pillanatban... Ott repül! Nézd! Szia! Kis barátom, milyen volt a hát számban? Élsz. Hát itt hát vagy! Itt van, gyere, repülj vissza hozzám! Hát élsz, kis barátom! Jaj, de aranyos vagy! Nem, csak úgy, nem tudom, olyan rossz volt, hogy reggel berepült a hülye a számba. Lehet, hogy valamilyen ilyen kamikáze jelleggel? Nem, szektatag volt. Vagy megnézte a Csillagok háborúját, és azt mondta, hogy berepülök! A reaktorig. Meg tudom csinálni. Bíz az érzéseidben, Luke. Hagyatkoz az erőre, és akkor kis muslica berepült a számba, és most éppen próbál belőni a járatba? Vagy az van, hogy belülről te világítasz, mert egyébként ilyen esetekben ugye a muslica az a világosra megy, nem? De beléptél a fürdőszobába, felkapcsoltad a villanyt, megzavartad a sötétből, és ő neki rá kellett volna repülni az izzóra. Igen. A lámpa felé. Lehet, hogy akkor viszont belül te még világosabb vagy. Hát olyan okos vagyok, hogy még a garatom is világít. És akkor ő arra ment rá. Azt tudod, hogy most csak évek kérdése, és ilyen kicsi kis kémmuslicák legyenek majd. Jaj, nem áll. Nehogy ez mi van egy drón akkor, volt. Ha a gombos Edina ott lakik tőlem 4 utcára. 5-re. Igen. Szoktunk néha találkozni az óvodába. Egy tök cuki csaj. Nem lehet, hogy kémkedik? Eladta magát a kubaiaknak, neki kubai a férje. És a kubai gyerekek, drónmuslica. Egy Castro drón. A kubai drónmuslica berepült a számba. Igen. Ott lakik a bocsi is.
Ott akik a doszpat is. Lehet, hogy egyszerre a bocsinak, a doszpatnak és neked. Lehet, hogy üzemeltetnek ezek valami drómus licát, és körberepülték, tudod? Csak menjünk be a Balihoz, nézzük meg, hol lakik. Csak nem számítottak rá, hogy reggel jövök fogatmosni. Fölkapcsoltam a lámpát. Menekülj, jön! Rángatta ott a doszpot meg a kis távirányítót. Én meg bekaptam a drómmuslicát. És most itt látják a számot belülről? Lehet, hogy a doszpot ül egy hatalmas képernyő előtt, és nézi a számot belülről a drómmuslicával? A doszpot is kubai? nem, csak ő is ott leki. Ja, tehát a Gombos Edina az ő férje, és a doszpot van egy csapatban. Üzemeltetnek egy drómmuslicát. Értem. És berepültek a számba. Érted? Már ilyeneken is gondolkoztam. Jó, egy drómmuslicán van világítás? Nincs. Nem volt a fejlámpa muslicán. Csak ott repült, mondom. Sötétben. Balról láttam, lassítva, hogy nyitod a szádat, teszed be a fogkefét, jön a muslica balról, és már harapsz is rá, és benne is. Aha. És nem volt esélyed sem megállítani a folyamatot? Nem. Egyetlen esélyem van még, hogy kijöjjön, ha végig megy. A kis drómmuslica nem hal meg a gyomorsavban. Igen. Bemegy, és végig megy. De akkor Gombos Edina végignéz engem belülről? Bizony. Atyaisten. Bizony, ám, kis szűk nyíláson, hogy kidugja a fejét. Összehívja a többi lakót, gyertek, most jön ki. Az iskoládat! És megkarcol a drómmuslicát. Szabadság! Igen, és fölrepül a kis drómmuslicát. Szerintem turdát minden egyes adagot. Túl sokat gondolkodom, nem? Ezen nem lehet, hogy... Ez most egy kicsit én úgy érzem túl gondoltad, de a veszélyt, tehát a kubai fenyegető veszélyt, azt érzem. Gombos Edina párja Alejandro, vagy hogy hívják? Nyilván nem Alejandro. Még. Mindegy. José Armando. Hogy hívják a Gombos Edina párját, tudjuk? Mindegy. Ő is nagyon aranyos, szoktam látni. Aha. A kislány is nagyon cuki. És nem érzed, hogy így a szeme sarkából követ, ahogy találkoztok? Alberto. Miért mondtam Alejandrót, olyan szemét vagyok? Mert az jutott eszedbe, hát most mi kubaiként. És Alberto és Edina látja majd, ahogy rágömböljödök a fajancra. Nem, azt még nem látja. Ja, azt mert akkor ők még csak magát van. A fajancot és látják. Ahogy kirepültek viszont, és te fölállsz, na azt már látni fogják. Kis zacsival. Hello. Igen. Csináld azt, ezt hogy... fogják hallani. És egy kopparát. És ott lesz kint a kis drogmuslica. És csináld azt, hogy mindig ezután, amikor felállsz a WC-ről, akkor kicsit így lengesd meg az acsit, hogy köszönj nekik. Igen, mint Alberto, vagy hogy hívják a VV-ben, tudod ki ő, aki mindig lenget. A Jani szokta nézni, a Jani nagy VV barát, ő mondja mindig, van egy lengetős. Ki a lengetős a VV-ben? Aurelio. Aha. Aurelio, ő helikopteres. Na úgy, de előre hátra te harangoz, tehát ne helikopter, harangoz, vissza a muslicának, hát ha látják. Jó, figyelj, most te még kinevetsz ezzel, de mindig kinevettek, ha azt mondom, hogy a malájgéppel valami összeesküvés elmélet történt, megmosolyogtok, ha azt mondom, hogy lesz homályosról, megmosolyogtok, most azt mondom, hogy drómuslica volt, megmosolyogtok, meglátod. Csak úgy reggel célirány nélkül nem repül az ember szájába muslica. Vannak közlekedési híreink, egészen frissek, most jöttek, mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. Ha megtalálom, M6-os 189-es kilométernél az alagút után van egy trafi, szemből álló rendőrautó a híd alatt. Szabályos, ez kérdezi Futár Pisti. Hát Futár Pisti, erről sokat beszélgettünk már, megvitattuk, fölhívtuk a rendőrséget, ők elmondták a saját állásfoglalásukat, hogy hogy állhat be szembe forgalommal rendőr. Budakeszi út lassan áll be, a közlekedési felekezet hívei a kiválasztottakat figyelmeztetik, vagy kötelezik a közpénz gyarapítására. De jó Isten. Istvánnal kapcsolatban kezdem elveszteni a fonalat. Szeremi út dugul, mert egy sáv járható, ezt Ildi küldte nekünk. És M6-oson trafi, minek meglepő lesz, ha egy órán belül elmegy előtte két autó, Gyuri a Páfrány küldte nekünk. A budai rakpart északi részén a hajógyári sziget magasságában sávlezárás van útfelbontás miatt. Lámpára felváltva engednek, én egy perc alatt jutottam át, Fűrész Oszkár küldte ezt nekünk. A 66-os úton Sásdon mérik a Kaposvár felől érkezőket, Lada Nívából. Ó, az milyen retro? Még van ilyen? Lada Níva. A vadászoknál szoktam látni. Már az meg van csinálva, kérem szépen. Az sportnéva. M0-as 4-es kilométernél az M7-es lehajtónál mérik az M5-ös felé haladókat, gázos küldte, és az M7-es 109-es 110-es kő között a Balaton irányában méretes teherautógumi darabok a pályán, úgyhogy mindenki menjen óvatosan, ezt cápa küldte nekünk 7 óra előtt néhány perccel. És már most mondom a közlekedési hírekhez, hogy felejtsétek el az Árpád hídról a Pestre vezető oldalt, illetve az M3-os bevezetőt. Ma reggel jöttem, ugye folyik tovább a felújítás a Leheltől, csináltak egy buszsávot. Igen. Mert ugye most a busszal lehet járni, az tök jó. És a maradék sávból egyet lezártak, mert dolgoznak. Szerinted? Tehát két sáv kijofolva, az káosz? Maga, az maga halál lesz. Az káosz lesz. Az maga halál.
Balázs, figyellek, várlak a rendelésemre, írja Csernus. Hát egyébként tényleg elmehetnél már. Lenyelted a Janit. Kérdezd a gyomrod, ott van, ne keresd. Új élettársad van, Bali? A muslica? Balázs, imádom a fantáziát. Puszildi. Hülyék vagytok, de nagyon tetszik. Ezt Rozi küldte nekünk, köszönjük szépen. Mit szívtatok? Én is kérek belőle. Nem szívtunk, csak hangosan gondolkodunk. Én imádok. Imádok hangosan és gondolkodni. És egy muslicáról mi más juthat eszedbe, mint hogy kubai kém? Hát, hogy Alejandro. A kubai drón muslica, igen. Na, megérkezett Jason Statham. Nagyon jó, ki az? Ezt most elsősorban nem Zimány Lindának mondtam. Jó? Tehát nem azért szeretnék erről beszélni, hogy ma este lássuk Zimány Lindát csókolozni Jason Stathammel, bár ahogy mondom, ilyenkor Jason Statham is dolgozik, és Zinda is csak végzi a munkáját. Linda is csak végzi a munkáját, úgyhogy ezzel egyébként semmi baj. De állítólag itt van ő is. Nem tudod, ki az a Jason Statham? Most eszembe jutott, hogy a szállítóban volt, ugye? Ő volt a szállító. A szállító az nem az, amiben az Osváth Andi játszott egy ilyen fekete rövidhajú pasival, de az a sorozat a szállító. Na nem. Most mindig majd bajba keverjük a szállító, magunkat. Nem, a szállító az egy mozifilm volt. Abban a Jason volt. Volt első, második, azt hiszem a harmadik része. Egy nagy fekete autóval el kellett vigyen valamit valahová. Körülbelül ennyi. Mondjuk fura, hogy az elmúlt 10 évből egy mozifilm mentekében vagy, mert utoljára mondtad, hogy a kincs, ami nincset láttad moziban. Tehát ezzel kicsit megleptél, hogy rámondtad, hogy a szállító Jason Statham, mert az egy nem is annyira régi film. Mert elmesélték valakivel beszéltünk, hogy jön a Statham, és én kérdeztem, hogy az ki, és erre ő mondta, hogy a szállított valamit. Egy kopasz kigyúr, nagyon jó képű, a hapsi, sőt tovább meg, állítólag ő még a Jude Law-nál is értékesebb trófea. Igen? Ha érted, mire gondolok. Ha érted, Linda. Mire gondolok. Igen, Linda, irány az akció, tessék fölkelni és levadászni. Szóval itt van Jason Statham, de nem is ez a lényeg, hanem hogy egy kondi teremben látták őt hétvégén. Nem lehet. Hát ha én világsztár lennék, akkor biztos, hogy olyan szállást kérek magamnak, ahol van sauna, jacuzzi, meg ilyen gyúróhely. Állítólag ugyanott lakik, mint Jude Law, ugye? Tehát ők egy helyen laknak, és egy budai konditerembe ment ő ki edzeni, nagyon mogorván, napszemüvegbe, tehát tökéletesen az ellentéte Jude Law-nak, de nem baj, majd Linda megpújítja, és unott volt, rossz kedvű volt, beült egy lesötétített limóba, vagy valami autóba, mercibe, nem tudom, és elment edzeni, de hogy nyilvános helyre jár kondizni, hát nem... Na ez az. Nem a szállodában kondizol? Hát milyen szállodában laknak ezek? Ott nincs konditerem? Egyedül ment testőr nélkül, azt nem írja újság. Egyedül ment, valaki kísérte. Aha. Ez mekkora ellentmondás, nem egy mondaton belül. Igen, egyedül ment, de valaki. Egyedül ment, de valaki kísérte. És egy testőr kíséretében, fekete napszövegben hagyta el a fitness termet, majd mosoly és szó nélkül beszállt a fekete luxus autójába. Hát ezek a fiúk valami jó helyen laknak. Hát ha most bármelyik hotelbe bekopogtasz, egy jobba, 4 csillag fölött van konditerem. Hát amikor csak országot járunk, Janit, hol találjuk? A konditeremben. Vagy vár, vagy konditerem. Igen. De mindenhol, tehát egy 4 csillagosban van, ők nyilván 5-ben laknak. Igen. Tehát ott fura, hogy nincsen konditerem, és elmegy Jason Statham kondizni. De most milyen lehet, amikor Jason Statham egyébként kondizik? Tehát gondolom nem olyan, mint sokan mások, hogy mi köldökig felhúzott kék, fehér csíkos melegítő nadrág, nagyon átízott póló, bár miért ne? Hát egy konditeremben nyilván mindenki ugyanúgy edz. Izzadsz, büdös vagy, folyik rólad a víz, nem? De már el is magyaráztad, hogy én miért nem járok. Egyszer voltam egyébként, néhány évvel ezelőtt. De mit se eltévedtél, vagy tévesen... Írták a meghívódra a Mangalica Fesztivált, és bementél egy konditerembe, hogy mit csinál? Tehát, elvesztettél egy fogadást, hogy mi nem, volt? Nem, akkor kíváncsi voltam rá, hogy működik ez a dolog, de nagyon nem kapott el, de arra elég volt az idő, egy-két óráig szenvedtem ott, hogy ezeket, amit most pont te elmondtál, azokat így nagyon szépen meg lehet különböztetni, ezeket az arcokat, akik vannak, tehát a kinyúlt melegítős tök, mindegy, hogy fölhúzom teljesen, középen az acsit ketté vágja a tevepata. Azt nagyon szeretem. Melyik a női tevepatát kicsit jobban. Az még igen, de férfiben is van ilyen. Van. És áll a tükör előtt, és csókolgatta a csávó ezért a bicepszét. Nem hitted el, hogy lenyomott egy ilyen 8-as szériát. Te ott álltál a kis ugrálóköteleddel, hogy mindjárt... Ugrálók, ezt nem merték ide adni. Mindjárt megcsinálsz egy hármat egymás után gyorsan, ráfeküdtél a fekvenyomópadra, csak rajtad maradt a rúd. Ő egy 8-as szériát csinált egy olyan súlyjal, amit én elképzelni nem tudok, hogy ezt hol lehet fölemelni, ezt egy kézzel nyomta, és utána odaállt, és ment, és megpuszítta az ittmán. Igen, hogy nőtt. De én is voltam, hát nem mondom, hogy sokat konditeremben, de pont ugyanebből lett elegem. Tehát a különböző kategóriák vannak tényleg. Tehát van az önimádó, aki úgy áll a tükör előtt, és minden egyes gyakorlatot a tükör előtt csinál. Teljesen felfoghatatlan. Van az ordító, aki úgy csinálja a gyakorlatokat, hogy közben kicsit ráordít.
Van a büdös. Igen, hát az aki olyan büdös, hogy tudod, hogy tehát könnybe lábad a szemed mellette bármilyen feladatot csinálsz, és nekem a negyedik kedvencem van a mezítláb edző. Mindenki normális edzőcipőben, melegítőnadrágban, és vannak a konditeremben néhányak olyanok, akik ingerenciát éreznek, hogy mezítláb legyenek. Ez miért jó? Kapaszkodik. Nem tudom. Tessék? Kapaszkodik. A kis varjú, a varjú ujjaival megkapaszkodik. Nem tudom, biciklis, feszülős biciklis nadrág, ujjatlan póló, és mezítláb. Ennek van még egy nagyon alantas formája, amikor csak zokniba, fehér pamut zokniba. És ráteszi a lábát valamilyen súlyra, tudod, és ott marad a lábnyom. Mert annyira izzad a lába. Ezeket így, ebből lett elegem, ezeket így nem nagyon. Nekem nagyon volt értem. Még, ezek megvoltak, de nekem volt még a segítőkész, azt nem tudom, hogy te találkoztál-e vele, aki egyébként jó fej, meg rendes, mert látja, hogy én nem vagyok oda való. Az ugye első látásra is kiderül. Bemész, és akkor én próbáltam keresni valamit, amit ismerek, vagy ilyen biciklit, vagy szobabiciklit, azt mondom, azt talán besírom. Sok idegen gép között, ezt ismerem, arra sem merek neki, ezt sem tudom, hogy ez micsoda. A szobabicikli ismerős volt? Ő ismerős volt, oda mentem, hogy akkor elkezdek szobabiciklizni, és a csávó úgy kiszúrt magának, látta, hogy se teste akadban, se semmiben nyilván nem vagyok odavaló, odajött, és azért, na, fél, először! És így üvöltött. Én mondom, igen, de hogy hallok, tehát nem kell. Ja, hát tudod, itt haverok vagyunk mindannyian, tesó, na, figyelj, mondom a tutit. És nem mondta neki, hogy tesó, süket vagy, vagy félsz? Kérlek szépen, neki. Csak ne halázd meg azzal, hogy ordítasz. Mindenki minket néz, igen, és légy, tudom. Így is elég kellemetlen a dolog. Nekem ez önmagában cikk, hogy én ide bejöttem, hagyjuk, majd valamit kitalálok. Nem úgy van az, figyelj! Bemelegítettél? Nem, mit tudom, mit kell. Fölülök a bringára, majd az a... Az nem jó! Na, gyere! Figyelj, Sanyika! És elkezd üvölteni. A Sanyika, vagy ilyen szertáros volt, ilyen pultos fiú, az már így fogta a fejét, mert nyilván ez nem az első eset volt. Sanyika, hozzad a izét a gumik... Egy ilyen gumikötelet kell. Gumikötél, az a lehet csinálni különböző gyakorlatokat, igen. Nem ugrálni kell, hanem valahova fölakasztottuk. És akkor kitörést csinálsz, és igen. Kitörést. Igen. Na, az, ezt mondta ő is, csak már nem emlékeztem. Ez volt az a szó. Na, érzed, nem, hogy húzódik. Figyelj, gyere már, izé, gyereket nyomjuk már egy kicsit, érezze meg, hogy mondom, nehogy rám üljetek már. Tudom, és állsz, nagyon zavarva vagy, már mindenki téged néz, mindenkinek 46-os karja van, 83-as vádlia, 120-ányon fekve, te ott álltál a kis mackonadrágodban. Így van, mert ugye elsőre nem veszünk szettet magunknak, hiszen persze. Jó az, ami van. Nem még, tudod, hogy tetszik-e majd. Persze, 87-ből megmaradt még a meleg, így abban én elmentem, vérciki volt. Én annyira égtem, és akkor ez a csávó pedig ott továbbra is nyomta a dolgot. Ami, és jött a még megalázóbb, mert utána rájöttem, hogy van ez a ellipszis tréner, ugye? Ami fölállsz a lábad is mozog, meg a kezed is így mozog, van. Igen. Olyan, mint a sífutná. Ellipszis tréner, és azt is éreztem, hogy az az enyém. Az az én sportom, mert ott a nyugiban, az az egyik sarokban volt, nyugiban lehet csinálni. Arra rámentem, és 10 percet bírtam rajta, és két... Utána el is indultál? Utána meg... Mondta, hogy Feri, várj, indítsd el! De az nem jó, hogy csak állsz rajta, nyomd meg valamit, és akkor kezdj el mozogni. Tehát, igen. De a még cikibb, mert ez a sanyikázós csávó is nagyon ciki volt, hogy odajött két olyan bombanő, akik látszik, hogy a napjuk egy részét ott tudom, törték. Az meg aztán végképp frusztráló. Megállnak tudom, és belenyom a fekvenyomópadba, igen. De én álltam ezen a izén, a elliptikus tréneren, és odaállt szembe a két se egy karbafont kézzel, amivel megemelték az egyébként is jó minőségű ikreket, a két párt, és így néztek. Hát az se tudott hova búj, és akkor mondtam, hogy Most kell megmutatnom. Igen, nyomod, nagyon kemény vagy, és kérdezem, nem, rosszul csinálok valamit? Nem, csak nézzük. Nagyon rosszul, másrészt meg jönnénk. Igen, jó. És akkor szépen lesételsz. Hát így megálltam. Megalázod, kinullázod a gépet, hogy ne lássák, hogy mennyit mentél. Igen. Megálltam, és lányos zavaromban még azt sem nem csinálom. Nem. Mert le kell magad után takarítani az ilyen gépeket. Illik, igen, az etiket szerint az annak örülnek. Na jó, de elsőnek meg olyan zavarba voltam a két csajtól, elindultam, és az egyik még utána nem szólt, hogy hagyjad, majd mi letakarítjuk. Jövök, ne haragudjatok. Bementél az öltözőbe, leültél 10 percet, tudom. Értitek, hogy miért nem járok konditerembe? Ugye értitek? Figyelj, nekem se a világom egyébként, de magát az ott felelhető típusokat azért nagyon szeretem. Írja valaki, hogy a tükör azért kell, hogy jól csináljuk a gyakorlatot. Nyilván, ha valaki gyakorlatozik, de aki önmagát nézegeti a tükörben, az számomra valahogy mindig fura. Ugye, és kicsit ráfeszít. De aztán ez lehet, hogy hozzá tartozik, igen, a konditerem világhoz, nekem se nagyon jött be. Jó, nézzük meg hallgatóinkat, hogy ki milyen típussal találkozott már, jó? Tehát nagyon sokan járnak edzeni, itt mi felvázoltunk néhány típust, az önmagát néző, a beszélgetős, a csajozós, a dumálós, a nagyüzletkötős, a hetes BMW eladós, a telefonálós, az év olajbizniszeit a konditeremben bonyolítós. Tehát nagyon-nagyon sok típus van, amivel lehet találkozni. Konditeremben, spinning órám,
És hogy ki mit csinál, ki milyen típussal edz, vagy ő magát melyik típusba sorolja. És ha valaki a Jasonnel edzett, az is írja meg a Stathammel. Igen. Nem, azért ez nagy dolog. Jó, ha valaki mondjuk, hát vagy külföldivel, vagy magyar ismertel edz, hogy edz az ismert, mit csinál, van edzőpartnere, egyedül edzel, nézi-e magát a tükörben, fotózza-e magát, vagy... Igen, én a Csonkával edzettem együtt, hát ott többet, tudatot, többet nevettem, mint amennyit edzettem. Érdekes volt. Várjuk az SMS-eket, jó? Tehát konditerem, erről beszélgettünk, 7:30 múlt, 1 perccel jövünk a hírek után. Na. Ho! Mi történt? Hogy elcsendesedtünk? Mi van? Muslica? Kirepült? Visszarepült? 3:48 lesz pontosan 1 perc, szóval hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, Zirc belterületén trafi, 4-et számoltam. Ja ne, hülye vagyok, Zirc belterületén trafik, 4-et számoltam, de hülye vagyok, én meg bejelöltem, mint közlekedés. Ne írjatok ilyet más témában, csak de miért? Trafipakszok, több, 4 darab trafit számoltam. De azt állítólag nyitnak még egyet. Meg csak annyit olvasom, Zirc belterületén, és azonnal jelöltem magamnak, hogy ez közlekedés, ezzel nagyon félre lehet vinni. Értem a humort, csak nem szeretem. Úgyhogy... ilyet ne. Gumidarabok az M7-esen eltűntek, ugye az előbb mondtam, hogy vannak, de már nincsenek, ezt Ildikó küldte nekünk. Na, és ugye a konditermek világáról beszélgetünk, eljutottunk Jason Statham-től, hogy itt van Jason Statham, jó arc, egyébként lement gyúrni, nem a szállodájába gyúrni, nem a saját szobájába kért konditermet az egyik sarokba, elment, és nyilvános helyen edz. Tulajdonképpen már-már dzsudlói magasságokba szökött a közvetlensége. Igen, ő is nyilvános helyen, és ő is edzett, de ő csak egy karra és torokra. És igen, hát utána és Lindára. Pedig ugye tudjuk, hogy... tudjuk, hogy mi történt. Na, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk különböző edzőtermi típusokat. Ugye, aki járt már legalább egyszer edzőterembe, az tudja, hogy 8-10 típust azonnal fel tud bárki sorolni, hogy ki hogy edz. Mesztelenül, félmesztelenül, krémezve, üvöltözve, bámulva magát, telefonálva az év fegyver és olajüzletét telefonon, nagyon hangosan lebonyolítva. És olyankor mindig elmondják, hogy edzeni vagyok. Igen. Mondja, tesó. Tesó, edzek, mondjad. Igen. Fontos, tudom, fontos, pénz. És persze van a normálisan, visszafogottan, csak önmaga szórakoztatására edzőterembe menvén gyúró típus, ugye? Tehát erről se feledkezzünk meg. Fuchsban azért... edző? Fuchsban edző? Van a Fuchsban edző, persze. Nagyon sok van. Na nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatóink, tényleg nagyon jók. Nagy Dumás Dagi, a minden konditermen előforduló Nagy Dumás Dagi írja egy hallgató, aki látszik, hogy a zokni húzástól is kidöglik, ezért 2 órát dumál a pultnál, megiszi közben 5 csoki szálkásítóségek. Imádom, basszus, visszajönnek a régi konditermes élmények. Tényleg vannak ezek a sékek, mindenféle fehérje porol, szálkásító. Megiszik 5 csoki szálkásítóséget. Végül távozik és dicsekszik, hogy ma is a teremben kezdte. Mondjuk ez nagyon jó. Én ezt a csokiségig nagyon nem jutottam el, de ez én lehetnék. Minden pultnál ugye a gyümölcsékek, saláták, ilyen turmixok, hát ez minden normális konditere van, 600 féle most már. De az 5 csokis szálkásítóség az nagyon beütött. Nálunk egy fegyverkereskedő edzett, aki mindig hangosan bonyolította a bizniszt, mindenki hülyének nézte, hogy csak gurít, aztán leültették 8 évre. Imádom. A csokis szálkásító, sékivó és a fegyverkereskedő. Pont ezekre a típusokra gondoltam. Nagyon jó. És megvan a pillanat, amikor kiderül, hogy a ott ültök, akin röhögtetek mint én 2 évig, hogy nyilván ne nézd, hogy ilyen nyilván fegyverkereskedő. És 8 évre bemegy. Nagyon nagy. 3 évig jártam, a nagyon idegesítő típus az öltözőben direkt mesztelenkedő, tényleg, az összes megvan. Utálom. Direkt mesztelenkedő, egyszer ott húztam át a kis ruhámat, és egy csávó leült előttem egy szál pöcsben telefonálni a padra. Nem zavartatta magát, írja Adi. Írja nekünk Adi. Jó, nézzük, van, aki típusokra szedte. 1. Sportkrémes, az egész terem bűzlik a sportkrémtől. 2. Legós... Óriási dumák vannak. Legós, semmelyik gép nem jó úgy, ahogy van, külön gépet épít. Tényleg így van, elkezd hordja, mint a hangya, megy, építkezik. 3. Önimádó tükörbenézős, 4. A legjobb arc, mindenkivel jobban van, de mindenki utálja, 1 héten kétszer edz, majd 2 óra beszéd, fél óra edzés. 5. Súlydobáló, kis súlyjal dolgozik, azt is dobálja, 6. Normál edző. Gyerekek, hát tökéletes. De tényleg tökéletes. Nagyon szép. Hát srácok, ha így felvázoltátok, életemben nem fogok konditeremben menni, nem voltam még, de szerintem semmit nem veszettem, maradok az úszásnál. Puszi, Laura. De ne, Laura, próbáld ki, pont ez a jó benne, vagy ez is jó benne, nyilván a sport a fontos, meg a testépítés, aki ezt szereti, de hogy pont ezt imádod. Igen, nagyon nagy fazonok vannak. Konditermi párbeszéd, körülbelül 2003-ban. Te,
nagyon jó melót találtam. Na, mit? Falbontásba megy. Na, itt kezdtem sejteni, hogy ez nem az én helyem. Miért? Az is fizikai, ott is erősödik. Aranyköpések egy pécsi konditeremből. Te, kinyithatnánk az ablakot, mert se levegő, nincsen se más, és nagyon meleg is van. Értetlen tekintetek után a válasz. Kinyithatjuk, de akkor most edzeni jöttél, vagy levegőzni? Nagyon jó. Kedvencem a kisajátítós konditerem átrendezős. Ez a súly kell, kérdezi, majd a szájába veszi, és vihogva elszalad. Írja egy hallgató. Paksi konditerem, a teklegényei síkítoznak, mint a kislányok, a rózsaszín és bugyikék cica nacikban. Nem már. Ezt Tibi bá küldte nekünk. Teklegények nem ilyenek. Igen. Azt a típust ismeritek, aki két alkalom után Schwarzeneggernek érzi magát, és két láthatatlan dinnyét hord a hóna alatt? Abszolút megvan. Igen. Bárány Attilával edzettem. Ő is üvöltözik, de ez nála szakmai ártalom. Írja egy hallgató. És mit mondom? Kezeket? Nem látom a kezeket. Az öt csokisség és a fegyverkereskedő. Az a mindent vitt eddig. Fuchsban edző. Igen, bement a jacuzziba és úszott a Fuchs a vízen. Ezt ismerem, ezt a típust. Igen. Nagyon vastag arany. Nagyon vastag arany és lebeg a víz felszínén. Láttam ilyet csak a Szecskába. Széchenyi fürdő. Azért, mert nagyon erősen van állítva, gonosz vagy, nagyon erősen van állítva jacuzzi és földobja a kiló aranyat. Volt egy haverom, aki az öltözőben megevett egy szál kolbászt és rátolta a kreatin tablettákat. Az mi a kreatív? Hát az is ilyen, mert nem tudom, valami ilyen fokozó, de legális, tehát nem olyan, mint a Nerobol, meg a Napozi, nem tudom, valami hasonló, mondom, ilyen táplálék kiegészítő. Aj, nagyon jók jönnek. Az önmagától széteső, a magánéletét kitárgyaló, a minden gyakorlat után mélázó típusú nőcik. Nőről kevesebb típust tudok mondani. Vannak különböző kategóriák nőknél? Ezek szerint nem tudom, én csak a két bombázóra emlékszem, de ő rájuk nagyon, akik engem leparancsoltak a elég. Mondjuk ők egy életre megaláztak téged. Egy életre, de azért jó volt. Igen. Az eleje. És te is itt áll öt csoki szálkásítós sűrűséget. Nem tudtam, hogy van. Hát ha szól valaki, hogy lehet ilyet. Hát a franc meg föl a gépen. Három szálkásítóséget, legyetek szívesek. Két csokis, egy vanília. Ha tudom, hogy ilyen van. Miért kell leszólni a kondisokat? Vannak normális kondisok is. Írja nekünk egy hallgató. Elmondtuk a hatodik vagy hetedik kategóriát. A normálisan, visszafogottan, csupán az edzés miatt lemenők, ugye? Akik nem vetítenek, nem vakítanak, csak edzenek. Csak ez is egy kategória. Csak az egészséges testudat miatt. De aki jár az edzőterembe, az tudja, hogy azért ezek a kategóriák tényleg léteznek. És az van, amit meséltetek egyszer, a Schwarzenegger mondtátok ezt az izomtudatot, vagy mit? Izomtudat edzőtárs. Az, de. Hát a legfontosabb. Tesó, hát most ha edzeni menjünk, akkor nem bolckodjunk. Izomtudat edzőtárs. De miket mondtál magadnak? Ezeket. Ezt izomtudat edzőtárs. Izomtudat edzőtárs, mert itt én is két szálkásítóséget dumáltam a csajokkal a pultba, és bent neki, nem az én világom. Nem szerettem. Izomtudat edzőtárs. Ezt a Schwarzi mondta még egyébként. Igen, azt mondtam, hogy Janival beszéltük annak idején, és akkor ő dobta be, hogy ilyen mindenkinek egyébként van. Egyébként ez nagy igazság. Tehát, hogyha oda koncentrálsz az adott izomra, az nagy kondisok mondták, és érzed, ahogy dolgozik, azaz 30%-ban elő tudod segíteni a növekedést. Na ne. Plusz, ha van egy jó edzőtársad, akivel a maximumot hozzátok ki egymásból, az tényleg segít. Izomtudat edzőtárs. Ezt mindenkinek tudni kell. Persze. Na jól van. Még Zsú írt egy nagyon jót, és ezzel zárjuk, hogy milyenek a csajok, mert ugye arról kevesebbet beszéltünk. Kondi után az zuhanyban egy csajszi mellettem borotvával simán lehúzta a fazonszőrt. Hát azért mi? Az is szép. A gyerekek, víz van, leviszi. Folyik a meleg víz, borotva van. Mi baj lehet? Na jó van, köszönjük az SMS-eket, Óven bácsival játszunk már is. Óven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafan csalogányai. Vietnámi papucs van nyak mögött nyomás. Úristen, tényleg van a vietnámi papucsban. Lemegy, kisgatya. Alkalmatlan az edzése, az a szerkezet. Ő mondom, hogy néz ki, félmeztelen fölül, nagyon szűk, bevágó kisnadrág és vietnámi papucs. És 10-ből 8-szor rohadt büdös a lába. De olyan büdös, hogy mire belépsz a teremre, már tudod, hogy ott van a büdös lábú. Tudod? Azért van papucsban, hogy szellőzöm. Igen. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Melinda! Melinda, igen, sziasztok. Melinda, hello, honnan hívsz minket? Budapestről. Gyúrás előtt vagy gyúrás után? Még előtt, majd az délután jön. Nagyon jó. Igen. Jól van. Igen. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berunéni, figyelj, Melinda. Igen. Ezt hallhatod először. A drón odaben repül. Te ez a csipogás, ez Melindából jön már, hogy a Melinda kérdezik? A madarak, igen, mert kínálok az utcán.
De hol vagy valami ornitológiai központban, vagy ami tájvédelmi körzetben, vagy hol van egy madár? Nem, az edzőterem előtt állok innen egy ilyen két helységben, és ott már benne kicsit nagy zaj. Most hát azt mondtad, hogy délután edzel. Már most oda mentél 8-ra? Nem, most bejöttem a páromhoz, mert az övé az edzőterem, és pedig nem megyek dolgozni, és utána pedig edzek. Izomtudott edzőtárs, nem? Igen, igen. Az tényleg a legfontosabb. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ez a nyár van? Vagy nem, az UFO-tól a Olvadunk, mint a baj, vagy valami ilyesmi. A szabadság hangjai. Igen. Napolaj. Igen, Napolaj, azaz. A retro napon meghallgatjuk majd őket. Melinda, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Köszönöm szépen, köszönöm. Nem vettünk ki belőle semmit, küldjük az egészet neked, jó? Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó a műsor, és nagyon sok sikert kívánok hozzá nektek a továbbiakban is, és így tovább. Drága vagy, köszönjük Feri szépen. Pedig menjen edzeni, mert nem minden edzőterem olyan ám, amit mondott. Tudod, akkor mi azért karikírozunk egy kicsit. Most már, hogy tudom ezt a csokiséket, ott leszek, van állatok. Jöhet hozzánk is, várunk, szeretettel. Izomtudott edzőtárs! Csináljatok már neki két banáros szálkásítóséket, hogy jó, ne essen össze ott és az edzés. És hogy le tudok-e dőlni valahova utána? Persze, le tudsz dőlni simán. Szoktak a srácok néha is sziasztázni. Melinda, köszi, vigyázz magadra, jó munkát, ciao. Köszönöm, sziasztok! Hello, hello! Óriási csokiség. Ufi, meg volt két csokiséget, nagyon jó. 5 perc, a pontosan 8 óra, egy kicsit komolyabb témával folytatjuk, mert ugye hát fokozódik a drámai feszültség, ahogy azt már megmondták, sokan hívjuk a mi drága nógrádi Györgyünket, és utána járunk, hogy mi a helyzet most Kijevben, mi a helyzet Ukrajna déli részén, ugye megindult az ukrajnai terror elhárító akció, tankok mennek, esik a tőzsde, esik az OTP, gyengül a forint, mi a hatásai van ennek Magyarországra, igen. Lassan. És háborús helyzet van, úgyhogy Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőket hívjuk, hogy egy kicsit avasson be a háttér folyamatokba, mi zajlik most ott, úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. 8 óra múlt 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, hello Feri! Hello, szia Jani! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, Jani goes to Hollywood, ugye, hogy szoktuk volt mondani. Gyerekek, Jánosunk, ami jól megérdemel, 10 éves szabadságát tölti. Ilyenre nem volt példa az elmúlt 15 évben. Én nem is tudom, mi történt. Testi zsarolás, vagy otthoni fenyítés. Kivett egy hetet. Szerintem már Virág mondta, hogy apa, na. Nem, a Virág szerintem nem akar táborba menni egy hétre. A Virág tudja, hogy, a Virág tudja, hogy ha az apja kivesz egy hetet, akkor ott várnézés van, túrázás van, ott bakancs. Szöges bakancsal mennek szépen fölfelé, valahol már nagyon gyalogolnak a kis tofu szendvicsükkel. Úgyhogy Jánosunk pihen, de megérdemli. Bárhol is fullad bele éppen egy francia krémesbe, habzsolja a trüffelt, locsolja magát cukros tejszíhabbal. Megérdemli, régen nem volt Szabin, úgyhogy ő pihen. Neki jó pihenést kívánunk, bárhol látjátok, nyugodtan menjetek oda, kérjetek fotót, autogramot. Igazi rohadék, vagy ne arra. Fényképeztessétek, imádja, szereti. Ha elsőre nem ismeritek meg, higgyetek magatoknak, ő az, csak egy ilyen mélyrehúzott baseball sapkával álcázza magát. Nyugodtan, tessék oda menni és autogramot kérni, és lefotózni, dokumentálni, hogy itt van. Abszolút. Mindent, amit velem szoktatok csinálni, amikor Szabin vagyok. Amit a legjobban szeret, olyan néha férfival találkozik, és a kézfogás után puszítottok igen. Neki. Magadhoz húzod és megöleled. Tudod, mint a régi barátok. Hát most már nem szégyen férfiak között, régen látsz valakit, kézfogás, hello, megfogod a bal kezeddel az ő jobbját, magadhoz húzod. Két puszi. Jó, nyugodtan. Teszek egy ajánlatot a hallgatóknak. Már, jaj, de. Aki lefotozza a Janit, és elküldi egy bulvár újságnak a feljelentő rovatba, plusz 10 még tőlünk. Nem szabad ilyet csinálni, én is adok plusz egy 10 zsebbe. És hangsúlyozzuk, hogy mi kézbe 10. Netto. Mi netto 10 vagyunk. Tehát nem úgy, mint az újság, hogy netto 10, bruttó 7,5. Várj, az egyik fizet most bruttó 10-et, a másik bruttó 15-öt. Tehát onnan be tudsz szedni egy 10-est, vagy 15-öt. Mi netto 20. 10-10. 10-10. Én tartom. Jó? Szemetek. Fú. A következő egy hétben látnunk kell Janit valahol egy újságban, hogy olvasó riporterünk beküldte Janit lefotózni. Aki megcsinálja, azt mi megtaláljuk az újságon keresztül, és plusz 20. Meg tudom mutatni az eredeti képet, a így képetben van. Akkor tiéd a plusz akkor, 20. Akkor abszolút. Jó? Bárhol, bármilyen pozícióban. Vár a környékén. Cukrászda vár. Cukrászdák és vár a környékén kell a Jánosunkat keresni.
Elindultak már? Ja nem, még most checklist van, még most egész nap egy Jani egy A4-es papírlappal járja körbe az autót és ellenőrzi. Kihúzza fék, rendben, guminyomás, rendben. GPS rendben, indexek rendben, tolatólámpa rendben. Hát jó, figyelj, alaposan felkészülnek. De én úgy szeretem, hogy ő hosszabbim van. Komolyan mondom. Tehát, hogy ez... Igen, ezért ajánlottad fel a 10-15 a fotóért. 20. Ilyen jobb, hogy sem plusz 20-at. 20, jó, ha valaki lefotózza. Na, nézzük, hogy mit ír a hallgatói, mi helyzet közlekedés szinten, vagy közlekedés terén. M5-ös jól járható. Ezt Vajdi küldte nekünk, a Könyves Kálmán körút viszont arra szól a Kőbányai úttól, üzeni Krisz. A Budafoki út az autószalontól, a Papasztól arra szól. Hát, ha már a Papasznál áll a sor, az szép. Az szép, akkor az igencsak visszatorlódott. Nyugati tér, nagyon kafa, Podmanicki út, megyek arra, Bolondok seregéből érkeztem, kéket láttam, fékeztem. Kezd István kicsit zsibbasztani. Igen. Az M3-ason a 40-44-es kilométernél igazoltatnak nyakolajok. Aha. Kis Kemó küldte ezt nekünk. Harkány és Pécs közt az 58-as úton van egy trafi, Pali üzeni, és az ÖMV vagy ÖMFAK úttól az M3-as bevezető beállt, a Kacsó-Pongrásztól a Robert Károly körút is áll, és ez szépen torlódik vissza, ezt pedig Peti küldte nekünk. Fotóznak Nyíregyháza irányában a 193-as kilométernél, ezt Misike küldte nekünk, Veszprém kivezetőn Várpalota felé szintén trafi, és M2-es Budapest felé Gödnél kezd beállni, lehet, hogy baleset miatt. Ezt Marcsi küldte nekünk. Egészen elképesztő dolgot olvastam a malájgépről. Majd elmondom, ha egyszer véletlenül megkérdezed, hogy mi a helyzet a malájgéppel, Bali. Ja, Jani, ha visszajössz, akkor légy szíves, én nem voltam benne ebben az egészben, legalább mi hallgassunk. Jani, légy szíves, majd, ha megérkezel, légy szíves, kérdezz már meg, igen. Jó, nem most, de jó, szívesen elmondom. De ilyen nagyon izgalmas, tehát amit eddig mindig hoztál, az, és látta a csillogó szemünket. Érdekes. Szerintem összeesküvés elmélet, meg természetesen, mint minden összeesküvés elméletben, ebben is benne vannak a Rothschildok, de hogy érdekes. Aha. Érdekes kis hírecske. Majd beszélünk róla. Hogyne, alig várom. Amikor az 1000 számú SMS-t elérjük a hallgatóktól, hogy Bali, mi van a malájgéppel, akkor jöhetsz. Akkor mindenképpen megkérdezed. Jó, eddig 3 jött, csak mondom, úgyhogy még elég sok hiányzik. Na, orosz-ukrán fronton zajlanak az események, ugye? Hétfőn lejárt az ultimátum, kedden hajnalban pedig ugye hát elindultak az ukrán tankok, ha esetleg valaki nem tudná, hogy mi történik. Ez mondhatni, hogy vészesen közel van hozzánk, de tényleg szerintem nyilván gazdaságilag is érinti majd a Magyarországot, a forint szempontjából is, a tőzsde esni fog. De ugye elindult az ukrán terror ellenes hadművelet. Ugye ők most azért mennek, hogy elvileg rendet tegyenek kelet-ukrajnai városokban. Fontos épületeket a napokban oroszbarát erők vettek ugye irányításuk alá, és az ukrán államfő megígérte, hogy fokozatosan, felelősen és megfontoltan fogják majd ezen hadműveleteket ők végrehajtani, és kedd délután úgy néz ki, hogy el is indultak az ukrán tankok a kelet-ukrajnai városokban. Ez most már azért szép. Igen, azért érdekes helyzet, mert ez a kelet-ukrajnai régió, ez ugye az orosz lakosság által lakott régiója. Igen. Ukrajnának. Igen, de hát mégis ugye azért Ukrajnához tartozik, közben egyes hírek szerint az oroszok már átlépték az ukrán határt, és ők is elindultak, ami azért nagyon durva. Mert hogy a két tank sereg az előbb-utóbb találkozni. Igen. Fog, és olyankor ezek így lőni szoktak egymásra. Azért érdekes a dolog, hogy én azon gondolkodtam, hogy azt ki tudjuk szűrni, vagy ki lehet jelenteni, hogy ezek a bizonyos orosz erők, akikről most beszélünk, tehát ezek az orosz aktivisták, akik elfoglalták. Igen, hát ők orosz barát erőknek mondják magukat, nem orosz erőknek. Jó, igen. Tehát, hogy ők oroszok, ők a várjá oroszok, B záró idézőjel, hogy a mindjárt megszóló emberünket már mondjuk is, B olyan oroszok, akik Ukrajnában laknak, vagy C az ukránok által felbérelt emberek, hogy legyen okod lőni. Uh-huh. Érted? Az utolsó variációt tartom a legkevésbé elfogadhatónak, hogy az ukránok által felbéreltek. A nyugat teljesen egyértelműen azt mondja, hogy nyilván Putyin áll a háttérben. Érzed, hogy átnógrádosodtam már kicsit? Jó, érzed, vagy. Ahogy... Zárója. Zárója. A nyugat... Zárója. A nyugat teljesen egyértelműen veszi, hogy Putyin keze van a dologban. Zárója kettő.
Szóval, hogy de a ukrán erők nyilván nem, de ezt majd a Nógrádi mindjárt elmondja, hiszen ez a szakmája sokkal jobban ért hozzá. Én csak követem és olvasom. Ugye itt arról van szó, hogy nyilván Putyin kezében azért nyakig benne van egyfajta provokáció, és ezek az orosz barát erők, ezek állítólagosan a Putyin hatására keltik most ott a feszültséget, szóval, hogy megpróbálják ugye Ukrajnát a szétesés szélére sodorni. És ugyan volt egy Obama-Putyin telefonbeszélgetés, de ott Putyin állítólag mindent tagadott. Tehát aha, azt mondta, hogy nem nincs benne a kezdel, hogy ezek nem oroszok által finanszírozott erők, nem orosz barát szeparatisták. Szóval szó nincs erről, Ukrajna tegyen saját magában rendet. Közben nyilván, meg hát azért ebbe az oroszok is nyakik benne vannak. De az, tehát, hogy a Putyin azt mondta, hogy ő nem akar beavatkozni, de azért a tankjaink ott állnak a határon. Ott állnak a határon, igen, készültek NATO felvételek, és az orosz erők azok elég jelentősen felvonultak. Igen. Na, de csütörtökön lesz majd, ezt is biztos a Nógrádi sokkal jobban tudja, egy genfi orosz-ukrán-amerikai EU találkozó, állítólag azon ott sok múlik, de hogy mi pontosan, azt nem tudjuk. Na, de mindjárt megkérdezzük, mert itt van a mi drága szakértőnk, akit annyira kedvelünk, Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Hello, jó reggelt! Szevasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Figyelj, mielőtt belevágnánk, én velem szemben ül az Anna, és azt láttam, hogy egy kb. 8 perces, nagyon vidám, nagyon önfeled beszélgetés volt, nagyon mosolygott. Mit mondtál neki? Na, Nógrádi úr! Nem velem beszélt. De szép! Nagyon mosolyog ez a lány, nagyon mosolyog. Hát nézd, én csak annyit mondtam neki, hogy nem tudom, hogy ő hogy néz ki, de hogy nálatok szebb, az biztos. Én csak ennyit mondtam. Fie, nálunk mindenki szebb, főleg így kora reggel. Okay. Na, zárójel, indítsuk el akkor. Mi a helyzet, hogy állunk most? Mesélj nekünk erről a, hát most már nem annyira kis konfliktusról, ami zajlik ott a keleti részen Ukrajnában. A utolsó két perceteket hallottam, tehát egy-két megjegyzés, aztán Genfről egy. Ma késő éjjel, tehát pár órával ezelőtt beszélt Merkel és Putyin. Az alapvető német cél az, hogy ne legyen szankció, ne legyen vérontás, és mind a két fél elmondta, hogy mit vár a másiktól. A Merkel elmondta azt, hogy az orosz csapatokat vonják vissza, a Putyin elmondta azt, hogy polgárháborús veszély van, német segítséget kér. Beszélt a Putyin az elmúlt órákban újra Ban Ki-moonnal, és bejelentette a Ban Ki-moonnak, hogy hívják össze az ENSZ rendkívüli ülését Ukrajna miatt, biztonsági tanács, össze fogják hívni, semmi nem fog történni. A Ban Ki-moon viszont mondott egy mondatot, hogy nem mennek kéksisakosok, magyarul enszerők Ukrajnába, tehát amit az ukrán államfő kért, az egy baromság. Az elmúlt órákban ugyan elkezdődtek a harcok, de idézőjelben 4 halott van, ami semmi. Most tudom, hogy minden halott szörnyű, de egy jobb összecsapásban azért nem 4 halott van. Máshogy fogalmazva, mindenki még mindig a diplomáciára tesz. A balti államok bejelentették tegnap, hogy 2,5-szeresére emelik katonai kiadásaikat, a GDP 0,8-ról 2%-ra. A románok ugyanezt bejelentették. Amerikai távolfelderítő AVAX gépek mentek az elmúlt napokban Romániába, Lengyelországba. Először a történelemben a svédek és finnek NATO védelmet kértek. Tehát olyan kaotikus helyzet van, ami hetekkel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. A hál' Isten az amerikai elnök fegyvert nem hajlandó Ukrajnának szállítani, bár a republikánusok erre nyomják. És az amerikaiak bejelentették, hogy remélik, hogy az ukrán hadsereg lépésenként és felelősséggel megy előre. Máshogy fogalmazva, tökéletes a káosz. Amit te mondtál előbb, valóban holnap lesznek a genfi tárgyalások, ahol a 4 stratégiával megy oda. Az orosz cél, hogy megbeszéljük az ukrán helyzetet. Az ukrán cél, hogy megbeszéljük, hogy visszakapja Krímet. Mind a kettő rendkívül nehéz elképzelés. Az Európai Uniós cél, hogy valahogy egyensúlyozzanak, mert nem akarnak kemény szankciókat, ugyanis a szankciók nem az USA-t sújtják, hanem Európát és az oroszokat. Az amerikaiak pedig azért jönnek ide, hogy felelősségre vonják az oroszokat és szankciókat vezessenek be. Európa, mint mindig, most is megosztott. A holland külügyminiszter azt mondta tegnap, hogy Oroszország átlépte a vörös vonalat, de nem mondta meg, hogy mi a vörös vonal. Itt tartunk, rohanunk a hidegháborúba. Döbbenet egyébként tényleg, és az is fura, hogy mennyire mindig a gazdasági érdekek számítanak. Tehát soha nem az, hogy ott valóban meghal 10-100 vagy 1000 ember, hanem mi a jó az uniónak, senki nem érdekel. És ebben mindig ez a legmegdöbbentőbb, hogy naivan azt gondolja egy átlag polgár, hogy jaj, csak ne legyen vérontás, dehogy is. Mi a jó az uniónak, mi a jó az oroszoknak, mi a jó Amerikának. Én olvastam egy ilyen kis publicisztikát erről az egészről, és ebben arról volt szó, hogy semmi más nem akar a Putyin, de majd azt te megerősíted vagy cáfolod, mint hogy tulajdonképpen a hidegháború után valahogy visszakerülni úgy a térképre, hogy újra szó legyen Oroszországról, újra tőlük féljen mindenki.
újra odaülhessen bizonyos asztalokhoz, ahova ő nem fért oda. Tehát, hogy ez neki arra jó, hogy stratégiailag egész egyszerűen Oroszországot visszahelyezze a térképre, és újra tudjon erőt fitoktatni. Semmi más célja nincs ezzel, nyilván mondjuk a területfoglaláson kívül. Ez igaz lehet? Picit áttételesen igen. Tehát azért a következőt kell látni. A orosz külügyminiszter Lavrov az elmúlt napokban elment Pekingbe. Papírom, hogy előkészítse Putyin útját a valóságba, hogy az ukrán helyzetet egyeztesse a kínaiakkal, zárójel. Ha valaki 50 évre előre tekint, én tudom, hogy ilyen nincs. Csak időkérdése, hogy a megerősödő Kína követelni fogja Oroszországtól a tőle durván 150 évvel ezelőtt elvett szibériai területek visszaadását. Kettő. Mi a Putyin célja? Hogy amikor a Szovjetunió felszámolódott, akkor rengeteg egyezményt írtak alá nyugattal, pontosan felosztották az érdekszférákat. Én meglepődtem az egyik rádióban, tegnap mondta valaki, hogy úristen, nem tudjuk, mit írtak alá, hogy ne lehetne tudni, ezek teljesen nyílt anyagok. Tehát ilyen szerződés volt többek közt Máltában, de rengeteg egyéb helyen. És jelenleg a nyugat kihasználva azt, hogy Oroszország egyedül van és meggyengült, megy előre. Máshogy fogalmazva, többek közt megállapodás volt arról, hogy nem telepítünk NATO erőket az orosz határok közelébe. Most ezt tesszük. Föl akarjuk venni Grúziát. Ukrajnát lehetetlen fölvenni a NATO-ba, mert egy csőtömeg. Tehát amit te mondtál, az alapvetően helyes. Putyin próbálja az orosz érdekszférát nyugatabbra vinni. A NATO és a nyugat próbálja a nyugati érdekszférát keletebbre vinni. És mindkét fél nézi, hogy hol van a másik tűrés határa. Az is egy nagyon érdekes dolgot, amit mondta, hogy Putyin ugye most Németország felé próbál fordulni, hogy onnan kérjen segítséget. Hát egyrészt a Ukrajna elleni harcban, ha ez tényleg elindul, szerintem nem kell Németország segítsége az orosz haderőnek, ugye ezt azért jól érzem az arányokat. Ez inkább egy diplomáciai segítségére, hogy ártatlan vagyok, segítsetek nekem. Várj, egy mondat, szeretlek. 7,5-szeres az orosz szárazföldi fölény Ukrajnával szemben, tehát nem kell segítség. Igen. Ő nem ebbe kér segítséget. Ő abba kér segítséget, hogy jelenleg Németország, Oroszország legfontosabb gazdasági partner az Európai Unióból. 6,000-valahány száz német cég van Oroszországban. 300 000 német munkahely van, amely Oroszországra termel, és 30 milliárd eurót fektettek be a németek Oroszországba egyedül. Ez majdnem annyi, mint az egész amerikai befektetés. Máshogy fogalmazva, a németeknek nemzeti érdek, hogy ne legyen nagy konfliktus. Na jó, tehát csak mi Európa történik akkor? Európa közepén ül, így van, de mi történik akkor? Kimondva vagy kimondatlanul, amellett, hogy mondjuk ukránok százai vagy oroszok százai halnak meg, Németország finoman ebben az egészben mégis inkább Oroszország érdekeit kell, hogy nézze. Nem. Miközben a Merkel azt mondja, hogy jaj, ne legyen háború, meg védjük. A Merkel volt az egyetlen, aki végig elveket mondott. A Merkel volt az, aki azt mondta, hogy tökéletesen tudja, hogy mindenki megsérti a nemzetközi jogot, de ez nem ruházza fel Oroszországot, hogy ugyanezt megtegye. És azt mondta, hogy mindenki erőpolitikát alkalmaz, de az oroszok ne alkalmazzanak. Máshogy fogalmazva, ő próbál a kétoldalú kapcsolatokra appellálni. A németek mindig a német nemzeti érdeket fogják képviselni, és ez az, hogy ne legyenek kemény szankciók, ne legyen háború, és ne vesszen el a német befektetés Oroszországba, és ne vesszenek el a német munkahelyek. Teljesen más a francia érdek, amelyik azt mondja, fantasztikus, az összes szankciót megszavazom, de az oroszoknak a legmodernebb hadihajókat leszállítom, mert ez francia érdek. Tehát a franciák nyakik benne van mindenki. Persze, a rövid távú céljaikat követik. A britek felsorakoznak az USA mögé, mert a briteknek megint más az érdekük. A brit érdek az, hogy a Nagy-Britániában lévő orosz tőkével ne történjen semmi, mert abban a percben a font sterling megrendül. Tehát hihetetlen Atya érdekes. Isten. Nincs egységes Európa. És ugye ott van még a Gazprom, amiközben ugye hát szállítja a gáz Nyugat-Európába, tehát azért az is finom, hogy akkor most ki, hogy milyen oldalról, hogy próbálja visszapótolni, raktározni, megfordítani a gáz irányát. Tehát ki, hogy próbálja megfordítani, ott egyetlen ország jön szóba, hogy Ukrajnának segítséget nyújtani, igen vagy nem, de ha te már a Gazpromot mondtad, Németország gázellátásának 40%-át az oroszok adják. Kelet-Európa jó pár országának gázellátását 100%-ban az oroszok adják. Na most én, mint hülye egyetemi tanár, csak fölvetek egy kérdést. Tessék mondani, mi van, ha egy rossz Európai Uniós orosz kapcsolatban az oroszok elkezdik képíteni, hogy ők más irányba viszik a gázt, mondjuk Kína felé, amely mindent hajlandó fölvásárolni. Ez egy nagyon-nagyon ostoba feltételezés, de feltételezésnek jó, többnek nem. Tehát máshogy fogalmazva, mind a két félnél rendkívül komoly ütőkártyák vannak. Mit mondott Európa? Megvesszük a palagázt az amerikaiaktól. Mit mondtak az amerikaiak? Isteni! De amíg a palagázt áthozzák a csendes óceántól az Atlanti óceánig, az egy év. Mit csinál Európa egy évig? Gáz. Tehát nagyon nehéz kérdés, gáz van.
Igen, gáz nincs. Mondjuk Magyarországra ez mondjuk nyilván az euró, forint, árfolyamokon, a tőzsdei eséseken kívül milyen hatással lehet, hogy ez már itt zajlik? A Magyarországnak tényleg furcsa a helyzete. Egy, nekünk Oroszország stratégiai partnerünk, lásd Paks. Kettő, nekünk Ukrajna a szomszédunk. Három, Ukrajnában él 150 ezer magyar. Egy megjegyzés. Mit csináltak az ukránok? Február 21, hatalomátvétel Kijevbe. Itt kezdődnek a problémák. Mit mond Moszkva? Hogy ez pucs. Mit mond a nyugat? Hogy ez forradalom. Tehát ettől kezdve a két fél más nyelven beszél. De az első intézkedés ennek a pucsos forradalomnak az volt, hogy egy új nyelvtörvényt hoztak be az oroszok ellen. De ez a nyelvtörvény sújtja az ott élő 500 ezer románt, a lengyeleket és az ott élő 150 ezer magyart. Tehát rendkívül óvatosan kell nekünk politizálni, ezt csináljuk. Zsinórba leváltották az ukrán nagyköveteket, többek közt a budapestit. Körülbelül két nappal ezelőtt jelent meg az ukrán külügyminiszter helyettes nyilatkozat az egyik magyar újságba, ahol elképesztő csacsiságokat mondott, de hát ő ma a külügyminiszter helyettes, nem lehet tudni, hogy meddig. Itt tartunk. Mi az, amit most itt tudsz prognosztizálni? Nézzük meg a legjobb és a legrosszabb vége eseményt ennek az egész történetnek. Nyilván fikció az egész, de te most ott a székedben, ahol ülsz, azt mondod, hogy ha minden jól megy, akkor ez van, ha a legrosszabb, akkor meg ez. Hát a legjobb az, ha legközelebb annak kérdezés, nem ti. Na köszönjük! Most... Te kis csibész, te! Benne van maga, te kis csibész! A legjobb az, ha a csütörtökön, tehát holnap megállapodnak Genfbe. De ennek a valószínűsége csekély. A legrosszabb az, ha elkezdődik a hidegháború egy újabb fokozata, az oroszok ellen bevezetnek kőkemény gazdasági szankciókat, ugyanis a szankciók első két csomagja formális volt, cserébe az oroszok bevezetnek hasonló kőkemény szankciókat Európára, egyfajta vasfüggöny száll le az orosz-ukrán határa, az oroszok sokkal keményebben fogják támogatni az Ukrajna keleti részén élő oroszokat, valóban polgárháborús helyzet lesz, mindkét fél a másikra fog mutogatni. Nem lesz világháború, de elkezdődik a kapcsolatok minden területen való visszaszorulása és befagyása, és ebbe a válságba Oroszország és Európa fog igazán sokat veszíteni. Hát ez nem hangzik túl jól. Nem. Minden esetre azért ez érdekes, hogy ki mennyire van ebbe benne nyakig egyébként, és csak a gazdasági érdekek mozgatnak itt szinte minden országot. Persze. Egy utolsó mondat. Nekem rendkívül tetszett, hogy most az USA ad 1 milliárd dollárt, Európa ad 1,6 milliárd eurót. Csodás. De mikor? Ha bevezetik az IMF intézkedéseit, pontosítsunk, mit mond az IMF? Nyugdíjakat vigyük a felére. Mennyi a nyugdíj? 120 euró átlag, 36 ezer forint. Ha felére viszem 18 ezerre, ez ahhoz sok, hogy ilyen halljon, ahhoz kevés, hogy megéljen. Tehát ha bevezetik a szigorításokat, amelyeket az IMF kér, ennek egyenes következménye lesz, hogy a lakosság az új ukrán vezetés ellen fog kimenni az utcára Kijevbe. Itt tartunk. Azt a mindenit. Nincs is jó döntés. Nincs jó megoldás. Nincs jó megoldás. Igen. Benne. Nincs lassan azt látod. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hívunk, ha van valami. Köszönöm, hogy illetve bocsánat, az Anna hív, ha nagyon érted, mire gondolom. Nem kéne ez a rossz indulatú posztkommunista megjegyzés. Rossz indulatú posztkommunista megjegyzés. Nem. Ezt csak mondtuk, hogy ő van, ő létezik. Itt vagyok. Köszönöm, remélem legközelebb ő kérdez. Szevasz, ciao, hello. Te nagyon mosolyogsz, mikor vele beszélsz. Mi van? Hát, megbeszéltük a randit. Igen, húsvét után, de folyamatosan külföldön van, tehát nem azért nem ejtettük ám meg még, mert hogy mi folyamatosan beszélünk. Igen. Igen, csak nagyon sokat volt külföldön. És egy kis tarhomlokára fogsz majd susítani a randin, vagy mi lesz? Lehet. Bekeri neked olívaolajjal a kis fejdedet, és leeszed a kis nigiriket róla? Ennéd, mi? Hát inkább most, hogy először induljunk egy kávézásra. Igen, 8 percig velem szemben olyan boldogan mosolygott, mint akiben gésagolyók vannak. Körülbelül úgy ültél öltet. Nagyon szeretem. Nagyon vidám volt. Nagyon jó fej, imádom. És miért ilyenkor politikáról beszélgettek, vagy túlmutatok? Nyilván az orosz-ukrán helyzetről, persze. Azt gondolom, hogy bizalmas a kérdés, túlzott bizalmaskodó Ferenc. De láttam, hogy nagyon mosolyogsz. Na jó van, 8:30 úr pontosan, 2 perccel 3-as ugrással lehet jelentkezni. Most nem azért mondom, de már legalább 6-an megkérdezték, mi van a malájgéppel. Nem, én megszámoltam, 413-nál tartunk, de ebből 410 darab, az a 3598-as végtáborról. Akkor egy picit várunk. 8:30 pontosan 3 perccel, jövünk a hírek után. 3:49 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt. Pesten a szemétégetőnél Travi, vigyázzatok. Ez jó. Sapi küldte nekünk, köszönjük szépen.
Bali, egész ónod népesség 2400 fő, ég a kíváncsiságtól, hogy mi van a malájgéppen, látod? Na, majd, ha minden az azonnal 2400. Ír, majd, ha minden ónodi ír, akkor hiszem el. Váci úton befelé az angyalföldre érkezőket üdvözlik a szemben álló két csikosból, még a 70-es tábla előtt ezt Handyman küldte nekünk. KPM a 4-es út 56-os kilométernél Szolnok irányába kamiont állította ki éppen, üzeni Alex. Aztán a Hengermalom Szerémi kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, totális káosz, rendőr sehol, ezt Misu üzeni. Bali, mi a helyzet a malájgépen? Rég hallottam felőle. Dani kérdezte ezt. De egyébként 520. Vannak még hasonló hangételő SMS-ek. Budai alsórakparton mindenre, de jól lehet haladni. Pesti alsórakpart kicsit döcögős, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen, és az M6-os 42-es kilométerénél mint szinte minden reggel állítólagosan most is készülnek fotózni. Ezt is küldte nekünk egy hallgatónk, Eszter név szerint. Egy tegnapi élményemet szeretném elmondani neked, egészen rövid a sztori, és kapcsolódik ahhoz, ami jön. Taxiautóval kellett közlekednem, tegnap kihívtam, megérkezett, beülök, azt mondom, jó napot kívánok, mennék Király utca Zeneakadémia. Minden, nem megyünk sehova. Mondta neked? Mondta a taxi. Tényleg? Mondom, bocsánat, nem az a szolgáltatás, hogy én bemondom a címet, elvisz, fizetek. Addig nem megyünk sehova, amíg meg nem mondod. Mondom, mit? Mondja már a hármas ugrás utolsó kérdését, amit a Jani nem akar elmondani. Ne csinál, tényleg? Halál, komolyan. Tudni azt akartam? Mondta, igen, és most már ilyen CB-zés van, vagy CB, igen, CB rádión beszélnek ők még egymással, hogy annyira idegesíti a taxistársadalom ezen részét, az, hogy mi a francért nem tudjuk elárulni ezt a rohadt utolsó kérdést. Tudom, testvérem, akkor nem megyünk sehova, itt éjszakázunk, de nem árulhatom el. Főleg, hogy fogalmad nem ott, nem jutott eszedbe, mi? Nem, tudtam. Egyébként maga a kérdés nem annyira durva, csak így, hogy egy hete tologatjuk, így most már mindenki ezt várja, hogy vajon miért toltuk el a harmadik kérdést. Illetve pontosabban nem eltoltuk, egyik játékosunk se tudta bevállalni, vagy nem merte, vagy mi lebeszéltük őket? Lehet, hogy lebeszéltük őket, hogy nem könnyű a kérdés. Azt mondta, hogy igen, megáll, de nem derült ki a kérdés. És most már azt mondták ők, hogy őket ez nem érdekli az egész dolog, tehát ugye játékosan mi lesz, de most már mondjuk el, mert nyilván nagyon, nagyon nehéz. Én annyit mondtam neki, hogy annyira nem nehéz, és az elmúlt idő eseményeihez kapcsolódik. Ennyit segítettem. De megnéztem, betette a mi drága Jánosunk. Bent van. Berakta az a harmadik kérdés. Na jó, hát akkor meg is nézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Imi, hello, jó reggelt. Sziasztok. Hello, Imi. Hello. Honnan hívsz minket? Én Kecskemétről. Kecskemétről. Hú, jó régen voltunk ott is. Voltunk már ott. Voltunk, egyszer voltunk. Igen. Igen, ott van ilyen bevásárlóközponttal szemben. Nem, mögött igen. Egy ilyen mellék utcában. Igen, ott volt a klasszos Morning Show-s turné. Imi, mit csinálsz? Én szakács vagyok most. Ó, szakács, hogy mi a mai menü, mit főztök? Előbb a főzelék pasítom, meg egy kis húst. Hát nem nagyon, mondom, hogy indulok. Nagyon meg kéne kínozni, igen, hogy ez berendeljem. Ez valami menü lesz? Mert olyan menüszerű hangzik. Hát ilyen kis menüszerű. Mm-hmm. Étterem, vagy valahol iskola, vagy... Nem, ez egy szálloda. Szálloda. Egy szállodában ezt adjátok a vendégeknek? Hát ilyen kis személyzeti menü. Ja, ez a személyzeti menüt csinálok. Aha. Igen, mert szállodában kicsit úgy extrázni. Nem, ez kicsit. Extrázni szoktak. Egyedül vagy olyan nagy csönd van körülötted, tehát ilyenkor ott már nagy... Ketten vagyunk itt a raktárban. Ja, bevonultatok a raktárba. Bevonult a raktárba. Na jól van, Imikém. Jó, szoktak menni a válaszok egyébként? Hogy érzed? Hát is. Szerintem. Imi. Nem vagyok adásba, akkor amikor. Megcsináljátok a harmadik kérdést, hogy nem csináljátok meg. Meg. Erről van szó. Jó, nem kell elkapkodni. Jó? Jó. Na nézzük, így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztója. Hol utaznak legénybúcsút tartani a Másnaposok című film hősei? Las Vegas. Így van. Hú. Így van, Las Vegas. Mehetünk tovább? Persze, mehetünk. Dedikált egér alátétért így szól a második kérdés. Milyen nemzetiségű mesehős Nils Holgersson? Ah. Nagyon sokat néztem, ő lap. Nem, hát lapföldre akar elmenni, tudod. Akkor finn? Nem. Norvég. Nem. Mondjuk nem. Akkor svéd. Igen, egyébként svéd. Persze. Svéd. Aha.
És ugye elvarázsolja őt egy kicsi, apró, ilyen kis manó. Aha. És lapföldön lakik ez a manó, és azért megy lapföldre, hogy ő találkozzon ezzel a manóval, nem? Vagy varázslóval. Hát ennyire már nekem nincs meg a sztori. Valami gúnáron megy odáig, azt tudom. Márton gúnár, ne csinálj. Márton Lúd. Márton Lúd. Márton Lúdon. Hát nem jutottunk el a harmadik kérdésig. Hát nem. Nem. Sajnálom, de. Ma se tudjuk meg. Igen. Társad nem is mondott semmit, vagy nem próbáltad megakadályozni ezt a lapföldet? Nem tudta. Nem tudta. Még nincs gyereket. Hogy ő nem tudja. Igen. Nekem mondani is, hogy tudtam. Jó. Hát a mai gyerekek már nem is nagyon nézik szerintem a Nilst, még ha vetítik is valahol. A mi gyerekkorunkban is volt már. Tehát ides tovább 35 éve. Én ezt látom, de ja. Nem ugrad. Vajon most megjegyezted egy életre. Svéd. Azért érdekes, mert a héten már beszéltünk róla, vagy a múlt héten a Jani valahogy előhozta, hogy dán vagy svéd, és azért is került be a egyébként a igen, csak most közben azon gondolkodom én. Igen. De nem hogy tudjuk nem ezt elfogadni. Mert ugye tulajdonképpen most lehet, hogy én tévedek, de ugye a lapföld ugye az önmagában egy régió. Tehát ez Finnország, nem? Nem, a Norvégia, Svédország, Finnország és Oroszország területén terül el. Nézem itt közben nagyon okosan. Aha. Nem, ezt azért így, ez nagyon indulatot kellene hozzá. Mert ugye végül is van, akkor végül is nincs. Hát Svédország, lapföld. Hát te mit mondtál? Minden te mit mondtál? Mi volt a jó válasz? Ja, te lapföldet mondtál. Lapföld belelóg Svédországba, de közben belelóg egy kicsit Norvégia. Nem, ezt nem tudjuk elfogadni. Igen, meg ilyen nemzetiség, lapnemzetiség ilyen van. Nincs is, igen. Nem. Van, nem. Orosz az van. Egy régió tulajdonképpen, egyfajta terület, igen. Jó, nem, ezt nem tudjuk elfogadni. Hát sajnálom. Köszi a játékot. Köszönöm, sziasztok. Hello, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Igen, hát egyfajta népcsoport is közben, ahogy olvasom, hogy népesség 5%-át teszi ki Norvégia. Na jó, most mit akarsz, hogy visszahívjuk, azt nyerjen, nem. Vagy... Nem, ezt nem tudjuk így elfogadni. Na, jövünk 9 óra után egy klassz kis terméktesztel, de ennek a terméktesztnek több értelme is lesz. A legfontosabb szerintem, hogy egyszer és mindenkor most már tényleg leszámoljunk azzal a trenddel, hogy mindenféle hihetetlenül gagyi dolgot akarnak rásózni a háziasszonyokra. És szerintem ennek most már gátat kell szabni. Megint kezünkbe jutott, hogy ezt hallgató küldte, vagy mit találtuk, én már nem is tudom, de egy olyan arcpirítóan, szemtelenül az átvágásra alapozó termék, hogy komolyan mondom, rá kell szállni erre a csatornára, meg rá kell szállni erre a cégre, aki ezeket bocsátja, aki löki ki magából. De ez most már ordít, hogy nem, kamu. Meg kell védjem, lehet, hogy működik. Nem tudjuk, a teszt után mondhatod ezt, hogy nyitjuk ki őket. Kérlek szépen, ekkora hülyeséget én még nem is hallottam, ez egy varázskesztyű. De jó neved van. Varázskesztyű. És a varázskesztyű azt ígéri, hogy bármi, amit te takarítasz, azt ő leszedi. Nem kell portörlőrongy, nem kell mosószivacs, nem kell mosókefe. Ha teflon tisztítasz, akkor a teflont, ha az ablakot, akkor az ablakot, ha a poharat, a poharat. Mindent tisztára töröl. Jó, most ilyen eleve nincs. Jó, finom fogás. Finom, ha itt van nálam. Ha alul simogatod, akkor... Igen. És ugye, ha például van egy teflon, amiben beleragadta, vagy egy jénai, amiben beleragadta hús, aha, csak végighúzod rajta a varázskesztyűt, és tiszta lesz. Ha koszos az ablak, tiszta lesz. Ha koszos az autód, le tudod tisztítani, tiszta lesz, mert ez a varázskesztyű, ez minden megold. Nagyon szép kék színű. Jó. Jó, próbáljuk ki. Kesztyű. Hívjuk így. Jó? Jó. Úgyhogy ezt teszteljük majd, és megnézzük, hogy működik-e, megnézzük a reklámot, hogy ott mit ígér, és összehasonlítjuk a valódi működésével, hogy ezt meg tudja csinálni, vagy képes-e arra, hogy ezt végrehajtsa. 5 perc van, pontosan 9 óra, jönnek a hírek után pedig itt vagyunk mi is. 9 óra múlt 9 perccel itt vagyunk, drága hallgatók, hello mindenkinek, jó reggelt, szerda van, ma még egy kicsit hűvösebb lesz, aztán jön a jó idő, péntekre már. Elvileg újra 20 fokot mondanak, húsvét, gyönyörű idő, úgyhogy még egy pár nap reggelente hűvösben, ezt kell átviselni, délután melegben, és utána jön a jó idő újra, hétvégére egészen jó időt mondanak. És ne felejtsétek el, hogy a jó időben is tudjátok lájkolni a Morning Show Facebook oldalát, hogy most nincs bizonyám. Olyan, kicsit toljuk meg, mert én szoktad. Janisan tolja, igen. Facebook oldalukat lehet lájkolni. Rengeteg extra tartalom van, fotó, tegnap egy verkfotó készült rólunk, ahogy döglünk egy ilyen kanapén, és tudtunk róla, ez is felkerült a Facebookra,
Úgyhogy, meg hát plusz információk nyilván a műsorral kapcsolatban, kis hírek napközben, helyes dolgok, mind-mind a Facebook oldalunkon. Janink nincs, nem arról van szó, hogy kicsit elcsendesedett. Egyszerűen ma egy A4-es papírral, egy checklisttel járja körbe az autót, és délután, ha már a ponyvát is leszették, és mindent rendben találnak, akkor a Vadon család reggel bepattan a kis autóba, és góztú, köves kál egészen. Nagy célok, nagy távolság, jó lesz. Igen, úgyhogy a mi Janink fura módon szabadságon van. És ne felejtjétek el a felajánlásunkat, amit megtoldanánk ugye az újságos pénzzel, amit ha beküldöd a Jani fotóját, Lesi fotóját, 10 vagy 15 ezer bruttó, azt mi nettó ússza kiegészítjük. Így van, találd meg Janit, fotóz, legküld el a Bulvár újságnak, hogy ne csak én éljem át, milyen kellemes élethelyzet ez. Aki ezt megcsinálja, látjuk a Bulvár újságban, hogy egy olvasóriport lefotózta, és tudja bizonyítani, hogy a telefonján ott van a fotó, plusz 20. Ennyi. Nettóba fizetünk, nincs átutalási határidő azonnal, KP-ben. Ez nagyon fontos. Váci úton befelé az Angyalföldre érkezőket üdvözli a szemben álló kékcsikosról még a 70-es tábla előtt handyben küldte nekünk. KPM a 4-es út 56-os kilométernél Szolnok irányába kamiont állított a képen, Alex üzeni. Aztán a Hengermalom szerelmi kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, totális káosz, rendőr nincsen sehol, írta nekünk Misu. M5-ös jó járható, errefelé a Babis hús, a Lecsó pedig a Nokedli üd Vajdi. Oké. Okay. Köszi Vajdi. Budafoki út az autószalontól arra szól, úgyhogy ott is lassú a haladás. És akkor még egy-két SMS. Kaposvár kérdezi, mi van a malájgéppel? Én írok, mert csak nekem van pénz a telóban, írja Pongi. Na most, megmondom nektek őszintén, hogy 1000 fölött vagyunk most már malájgépes SMS-ben, ebből 600 jött a Balázs telefonjáról. Igen, 400 anyámról. Igen. És 100 a bátyámról. Te Balázs. Várjál csak, várjál. Bali, ha megmondod, mi van a malájgéppel, ígérem, hogy visszakapcsolom a Szerémi úton a lámpákat. Öcsi, mindenkit az eltűnt gép érdekel, minden ónódi. Aha, jó. Városok egy személybe tömörülve írnak, hogy mi a helyzet a malájgéppel. Nyilván te most körbe szaladtál ónódon, és akkor kiderült, hogy mindenki a Balázs, figyelj, mi az Isten van azzal a malájgéppel? Hát... A helyzet az abból a szempontból nyilván szomorú, hogy ez már sose lesz meg, és az a 200 ember sajnos nem kerül elő. Viszont egy olyan Conteót olvastam, nem akarlak összezavarni az idegen szavakkal, tudom, hogy egy kicsit mindig elbizonytalanod. C-vel van? Akkor picit mindig összezavarlak, segítek, ez egy tehát ilyen konspirációs teória. Conteó. Konspirációs teória. Conteó. Látod? Csak negyed tíz van, és megint tanultál valamit. Nagyon jó, de ezt használják valahol, vagy ez most te voltál? Nem, a Conteó. Ezek ilyen teóriák. Hogy mi is történt ezzel a malájgéppel? Na most ezt nem én találtam, ez egy összeesküvés elmélet, de érdekes lehet, beszéljünk róla pár mondatot. Uh-huh. Ugye a keresést most abba hagyták, az a kis víz alatti kis szonár, ami egy ilyen kis önműködő kis robot, az 4005-ön bejelzett állítólag, hogy neki ez túl mély, vigyék föl 3005-re, mert ő ott nem tud keresni. Aha. De hát, hogy a gép beleesett a tengerbe, óceánba, akkor az nyilván már a fenéken van. A fenéken van, most egyelőre nem tudják keresni. Igen. És felbukkant egy nő, akit úgy hívnak, hogy Lauren Moret, így hívják. Uh-huh. És ő nem kevesebbet állít, mint hogy egyébként egy amerikai hadihajóról lőtték le a malajziai MH370-es járatát. Uh-huh. Egy amerikai hadihajóról. És az amerikai hadipar legújabb vívmányáról, ami egy ilyen, hát laser weapons, ez a neve tulajdonképpen, vagy weapons, erről adott hírt a hazai média is, hogy ezt tulajdonképpen tesztelik, és nem sokára az amerikai haditengerészet ezt hát hadrendbe állítja. Ez ugye egy nagyon erős fegyver, erről én is olvastam, de sajnos nagyon nagy, hát nyilván sajnos úgy, hogy az amerikai hadsereg szempontjából, ezért csak ilyen nagy hadihajókra tudják föltenni. Igen. És valami embertelen, nincs is benne robbanó anyag magában a töltetben, hanem hogy annyira nagy sebességgel lövi ki, azt hiszem másodpercenként 7 kilométert megy, de itt ezt nem... Brutális, de hogy egy létező dologra van szó, tényleg. És igen. Az rombol. És ezen próbálták ki. És azt állítja ő, hogy neki vannak bizonyítékai, na most kérdés, hogy nyilván ezekkel a bizonyítékkal ő hogy és miként fog előállni, és hogy az amerikai média, a világ mainstream médiáját, az amerikai haditengerészet az egész egyszerűen dezinformálja, teljesen tudatosan a lakosságot is beleértve, hogy a repülőgépnél újabb és újabb feltételezett útvonalit azért adja meg, hogy elterelő hadműveleteket alkalmazzon, és hogy nem teljesen egyértelmű, hogy ez a gép ez hol is volt.
És ő egyébként éveken keresztül ennek a cégnek a munkatársaként dolgozott, hogy most hogy tud nyilatkozni, vagy hogy kerül, ez mindig érdekes, de mint összeesküves elmélet egyébként jó lehet. Az Energetikai Kutatási és a Fejlesztési Intézet egyik tagja volt, és van egy ecologynews.com, ahol tájékoztatja az olvasóit arról, amit ez a nő mond. Tehát csináltak egy interjút ezzel a nővel. És állítása szerint ez a fegyver, ez az amerikai haditengerészet egy része azért, hogy a Putyinnak egyfajta erőt demonstráljanak a koncentrált energiarendszerű fegyverrendszer bemutatásával, mert hogy a Putyin pedig hadrendbe helyezte a Topol rakétarendszert, és hogy erre ez egy válaszlépés, amivel ők erőt akartak demonstrálni. Most nyilván az amerikai haditengerészet nem lőhette ki az orosz haditengerészet egyik hajóját ezzel, mert az lett volna az igazi erős demonstráció, de az ugye azonnal, hogy hívják, háború. Az azonnal háború, és igen. Akkor inkább fogtak egy maláj gépet. Igen, na most ennél azért még van egy sokkal szövevényesebb magyarázat is, ami nyilván már az összeesküvés elméletek teteje, és a Conteót imádók nyilván szeretni fogják, de azt mondja, hogy olyan munkatársak utaztak ezen a gépen egy pekingi konferenciára, akik az általú fejlesztett elektromos autók szabadalmi jogait egészében birtokolták. Tehát, hogy ült ezen a gépen 20 olyan ember, akik a cég és az általuk fejlesztett elektromos autók szabadalmi jogait szinte teljes egészében birtokolták, a fennmaradó rész pedig maga a fejlesztő vállalat. És állítólagosan ez a nő azt állítja, hogy a pénzügyi szerződés szerint, amelyben bármelyik szabadalmi tulajdonos meghal, a fennmaradó szabadalmi tulajdon 100% egyenlő arányban a még életben lévő tulajdonosokra száll át. És ez egy darab, aki megmaradt, mi? Vagy a cég maga? A tulajdonos pedig Jakob Rothschild, így hívják, és akkor itt a szokásos összeesküvés elmélet, aminek a végén mindig van egy szabadkőműves, vagy egy Rothschild, ugye? És így ő lett az összes szabadalom jogtulajdonosa, és 20 fejlesztő mérnök, meg elektromérnök és alkalmazottak, azok ezen a gépen utaztak, és meghaltak. Tehát Rothschild papa lelövette a gépet. Hát nyilván nonsens lehet. Oké, csak ha én ilyen kontextus vagyok, vagy mi vagyok, Conteo. Így van, Conteo. Kontextusos fiú vagyok, akkor abszolút beveszem ezt, hogy most Rothschild, Mr. Rothschild a szabadalom 100%-os tulajdonosa, aki így állítás, a nő állítása szerint, kényekedve szerint egyébként ezt felhasználhatja. Nyilván ez egy nagyon meredek összeesküvés elmélet. Ami érdekes egyébként, hogy a céget megkérdezték, hogy utazott-e alkalmazottjuk a malájgép MH370-es járatán Kuala Lumpurból Pekingbe, és a cég elismerte, hogy utazott, hogy 12-en Malajziából és 8-an Kínából valójában tényleg a cég alkalmazásában fejlesztő mérnökök, szabadalmi jogtulajdonosok utaztak ezen a gépen, összesen 20-an. Aha. Hogy eljussanak a pekingi konferenciára. Tehát még ez is egyezik. Tehát ez egyezik. Ez egyezik, igen, és ezt egyébként hivatalosan ez a fejlesztő cég megerősítette, hogy 20 alkalmazottja tényleg ott utazott. Alkalmazott tulajdonos, szabadalom tulajdonos, hát most lehet, hogy nem használok egészen pontosan pontos szavakat. Na most, ha én feltalálok valamit, vagy mondjuk mi hárman így, a Jani is itt visszajött a szabadságáról, azt, hogy a gyerekek köveskálon megálmodtam azt, hogy itt van a világ legnagyobb biznisze, megosztja velünk, és mi hárman csinálunk egy ilyen nagyon jó szabadalmat. Az neked elképzelhető, hogy te, a Jani vagy én azt mondjuk, hogyha én meghalok, vagy te meghalsz, vagy a Jani meghal, akkor nem a családjára száll a szabadalom, hanem a többi kettőre. Nem tudom, kicsit hogy... Kicsit próbálom a Conteót fúrni. Nem tudom, érted? Hogy itt... Igen. Tehát, igen. Hogy én azt gondolnám, ha valaki világ egyik nagy bizniszében benne van, akkor azért nem az üzlettársaira hagyja a részét, hanem hagyja a családjára. Igen. Azt írja a cikk, hogy Loren Barrett felvetette, hogy a szabadalom tulajdonosa a bevételt átruházhatja az örökösökre, abban az esetben, ha a szabadalmat már jóvá hagyták. Azonban akkor, amikor a repülőgép még ugye nem tűnt el, a szabadalmat még nem hagyták jóvá, menet közben a bejegyzés természetesen megtörtént. Tehát most már jó, most már hagyhatnád a családodat, de már nem tudod, mert meghalt. De már nem tudod. Ez nagyon szépen fölépített, ha igaz. Szépen fölépített, nyilván csak érdekes a dolog, ugye? Önmagában igen. Szerintem azért ez baromi izgalmas, nyilván kicsit elborult, hogy lelövették, hogy tudnának az amerikaiak lelövetni, de ez a nő állítólag nyilatkozik, létezik, hát kérdés, hogy hol lehet ennek pontosan utána járni. De hogy már ilyen Conteók is vannak az interneten. Nagyon jó. Van ilyen, hogy conteo.lap.hu? Hogy olvasok ennyi baromságot. Igen, hogy akkor én is utána nézni, hozok én is valami ilyen. Figyelj, én ezeket szeretem, nyilván 95%-ában általában ez túlzás, és
hogy annak lelövik, akkor nyoma van, azt a villanást valaki látja, hogy nincsenek szemtanúk. Nem tudom, én ezeket szeretem. Na, úgyhogy jelen pillanatban ez a helyzet. Egyelőre egyébként azt mondják, hogy a fekete doboz jelzett. Most kiderült, hogy nem a fekete doboz jelzett, aztán mégis, de egyelőre semmit nem találnak. Sehol. Aha. Sehol. A pilótán, a másodpilóta telefonja bekapcsolt egy időre, és a másodpilóta megpróbált telefonálni, és ezt különböző összekötő tornyok egyébként észlelték, hogy ez a másodpilóta... Ez lezuhanás után? Amikor pont abban a pillanatban kapcsolt be a másodpilótának a telefonja, amikor a gép eltűnt a radarról. Tehát lehet, hogy a másodpilóta akart telefonálni, és ott mindenféle átjátszó tornyokról megpróbálták bemérni az űrgét, hogy hol próbálta még bekapcsolni a telefonját, és elvileg telefonálni nem tudott, de a telefonja egy ideig élt. Tehát megpróbált valamiféle segélyhívást vagy jelzést leadni, és azon a környéken élt a telefonja, ahol éppen megfordult a gép. Aha. Tehát, hogy ott még jól lokalizálták. Tessék? Kemény. Egyébként tényleg. Na, a Kaposvár megnyugodott? Na, jelen pillanatban ez van, de ez nyilván egy erős összeesküvés elméletekre hajaz, de hát most egyelőre ennyit erről. Oké. Okay. Tesztelünk? Elérkezett az igazság pillanata? Nézzük meg. A lepre? Nézzük meg, hogy mi a helyzet ezzel a kesztyűvel. Terméket tesztelünk már is. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyett a cikivel, a frankó helyett a gagyival. Tesz a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na, itt vagyunk. Hát ez ugyanolyan kék és ugyanolyan plüss, mint eddig. Ez igen, ez egy ugyanolyan kék és ugyanolyan plüss, ez egy kesztyű. Ugye tulajdonképpen ezt kapták, küldtük nekünk, vagy erre te akadtál, vagy láttad és megvetted. Hogy történt, Júli? Hello. Hello, a Laci ajánlotta és megvettem, pénzt adtam. Mert ő már használja otthon. Még igen, Laci már ezzel takarít. Pénzt adtam érte, azt nem tudom, hogy most hogy fog vizsgázni, de arra gondoltam, hogy annyira műszálas, hogy fogalmam sincsen, mennyibe kerül egy defibrillátor, de hogyha ezt így összedörgölöd, akkor tudod, hogy kisütsz vele bármit. Ebben az az érdekes egyébként, hogy én a legalja, amit eddig láttam ezekben a tévéreklámokban, vagy nem is tévéreklám, ezek a kereskedelmi fél órák, egy órák, tudod, amikor ilyen vásárpercek vannak, hogy leraktak egy ilyen, hát nem is tudom, mi volt, egy ilyen celofán lapot le a földre, föl kellett venned két ilyen lábtyűt, tudod, hogy belebújsz, és azon kellett csúszkálnod balra-jobbra, mert hogy attól milyen izmos lesz a combod. És azt mondod, hogy ennél nincs lejjebb, állítólag vették. Na most ez a kesztyű, ez hát körülbelül azt a szintet üti. Mit ígér ez a reklám? Mindjárt meghallgatjuk. Hát én a mintaboltban vettem meg, és tök jó volt, mert kérdeztem a hölgyet, hogy hát mit tud. Mit tud azon kívül, mit tud többet, mint hogy megveszek 200 forintért egy portölő rongyot, és azt mondta, hogy hát ebbe bele tudod dugni a kezedet. És igaza van. És mennyibe kerül? 8000? 6000. 6000 forint. Meleg a kezed. 6000 forint. És kérdeztem tőle, na de jó, hát és akkor még ezen kívül. Hát, hogy bele tudod dugni a kezed. Tehát ezen igen, ezt most már hallottam másodszorra. Ja, és hát, hogy nem feltétlenül kell használja hozzá vegyszereket. Nem feltétlenül. Tehát nem kell semmilyen vegyszer, igen, hanem ez mindent mondja, lehoz. Igen, tehát azt mondja ugye elvileg a reklám, hogy úgy tudsz vele takarítani, hogy nem kell mondjuk tisztítószert öntsél a kezedre, mert hogy ez leszed minden, anélkül, hogy te sikálnál vele nagyon. Én megint hadáljak egy kicsit a másik oldalra, hogy én kezdem ezt megszeretni, meg anyu takarít, csak játszatok el a gondolattal, anyu takarít, és tehát közben tetrekész leszel, mert az te életed párja, aki ott a ringatja a csípőjét, ablak takarítás közben feltüzel téged. Mi történik? Anyu nem a hideg, vizes kezével fog hozzád nyúlni, hanem a jó meleg kezével a kesztyűből. Ez teljesen reális. Egyszer a Fermártnak hallottam egy előadását, és elmondta, hogy miben különböznek a nők és a férfiak, és elmondta, hogy nézzük meg, egy nő éppen takarít, közben azon gondolkozik, hogy mit tegyen a gyerek, milyen legyen az uzsonnája, megvan-e csinálva a tornazsákja, mit főzön a férjének, a férj, hogy mennyire máshogy gondolkozik. Ül ugye a fotelben egy pohár sörrel a kezében, nézi, hogy asszonykájának egyébként ring a csípő, és arra gondol, hogy mennyire elkapnám. Ugye? Most, ahogy itt takarít, mennyire jó. És mondja, hogy ezért nem találja a nő meg a férfi sohangot, mert totálisan ellentétesen gondolkoznak. Tehát takarítás közben a nő mindenre gondol, csak a szexre nem. A férfi meg azt gondolja, hogy de jó porcivózik, hogy alávágni egy kicsit, hogy neki te nézd már. Beteg vagyok, én nem vagyok beteg, ugye? Egyáltalán nem vagy beteg, sőt, a múltkor a férjem ugyanígy feküdt a kanapén, én kitakarítottam az egész lakást, de annyira, hogy alulról felülről kipucoltam az egészet, miró aludt, és attól azért, hogy fel tud menni a pumpa, hogyha te mint a gűz dolgozol, ő meg úgy hevarészik. Ugye? És hogy akkor nem a szexre gondol. Előtte porszívoztam nagyon látványosan, nagyon mérgesen, és akkor mondta, hogy bocs, hogy így fekszem, majd mindjárt jövök, segítek. Hova jössz? Hova segítesz? Már mindent kitakarítottam. Igen, mit na akar jó, segíteni? De ne aggódj, majd utána elkapod, és azt tudod, kit kapsz. És ezzel nagyon megelpült. Na, hallgassuk meg, mit mond ez a rony darab. Jó, hát még csak kezdjünk.
nem. Nem ítélkezem, csak 6000 forintért picit fura. Csak egy-két, nem az egész reklamot adjuk le, csak egy-két ígéretet. Csak súrol, dörzsöl és izzad. És mire elfárad, a szivacs is tönkre megy. Bemutatjuk a lenyűgöző azt az egyújas kesztyűt, ami minden felületet tökéletesen megtisztít otthonában, a munka után pedig elég csak tiszta vízzel kiöblítenie. Másodpercek alatt, mint a varázslat. A minden zsíros koszfoltot eltüntet az edényeiről és a tűzhelyéről egyaránt. Aha. És amikor végzett, csak öblítse el tiszta vízben, és nézze, ahogy a zsír, a korom és a kosz egy szempillantás alatt eltűnik. Olyan, mint a varázslat. Tehát minden. Hogy bebizonyítsuk, ragadós ketchupot, olajos sarát öntetett, és sűrű zselét öntöttünk a... Aha. Nézze, hogy a víz milyen egyszerűen távolítja el belőle a szennyeződést. Jó, tehát sok dolgot ígér egyébként, most így hallottam a reklámot, mert ugye azt mondja, hogy az odaégett, a koszos, az akármicsoda, de hogy ő azt is ígéri, várjál, nem elég, hogy leviszi, hanem hogy te ezt bevízezed, és nincs rajta a kesztyű. Tehát hogy a kesztyűre ráöntöd a ketchupöt, meg a, mit tudom én, a mustárd, belerakod a vízbe, és önmagát lemossa a kesztyű? Igen. Tehát, hogy neked ezzel nem kell nagyon törődni. Tehát ez egy mindent lemosó kesztyű. Mindent lemosó, minden fivős kesztyű. Önmagát is lemossa. Tehát a kesztyű önmagát nem mossa le, akkor mind a két kezemre húzok egy-egy varázskesztyűt, és az egyik mindent lemosó kesztyűvel lemosom a másik kesztyűt. Nem. Hát ilyen alapon. Lemossa, ha beteszed a vízbe, és így csinálsz. Ja, hogyha megrázod. Aha. Mert hogyha az egyik kesztyű leszedi a másik kesztyűről a szutykot, akkor oké, de az a kesztyű, amivel leszedted a szutykot, az a... Jaj. Nézzük meg akkor, jó? Mivel kezdjük? Hát a ketchuppal. Kezdjük a ketchuppal. Ugye, hogy volt a reklám, hogy rányomja ugye a ketchupöt a kesztyűre? Ne, nyomjad az asztalra, vagy az ablakra, vagy nem tudom, valahova. De nem, hát jó, először nézzük meg, hogy az ablakról leszedi, és akkor nézzük utána, hogy leszedi-e önmagáról. Tegyél az ablakra? Igen, mert most, jó mondod, két dolgot kell megnézni, hogy leszedi-e a felületről, és aztán leszedjük-e a... Spriccelj az ablakra? Egy picit, Júli. Ahogy te kened a ketchupöt, Júli! Júli! Hát azért a férjednek ez tökéletszerű egyébként, a gyerekeim rendszeresen csinálnak ilyet, na, frissen tisztított ablakkal. Húzd fel a kesztyűt, jó? És ugye a kesztyű, a reklámban az, hogy ő végighúzza egyszer az ablakon, és lejön a kecső. Várjál, Júli, lassan, szépen. Aha. Hát az ablak az baszatos lett, mint ahogy egyébként azt vártuk, semmi nem jött le. A kesztyűn sok ketchup van. Jó, várjál. Ugye? Hát, és most, ha belerakod az üvegbe, amiben víz van, akkor csak le kéne, hogy ázzon. Aha, kicsit mozgass meg. Mozgass meg. Egyébként az ablakról, hát így egy húzásra nem. Hagyjál már! Nem. Mutasd a kesztyűt. Tudtok nekem küldeni, mert akkor... Nem rossz. Aha. Hát a kesztyű az arról semmi nem jött le. Tehát az tiszta mocsok, de várjál, a reklámon úgy volt, hogy ők telenyomták ketchuppel a kesztyűt. Várjál, most vizes, várjál, lehet, hogy ez nem ugyanaz. Ja, Júli, ja, persze, jó, akkor nyomd a szárazra. Jó? Nyomok neked a szárazra, telenyomom a kezemet ketchuppel, nézd meg. Ugye ő rányomta a ketchuppet a kesztyűre. Jó, persze, meg a virsli is, nem, Laci? Igen, nem elég csak a ketchup, kell a mustár is. Nagyon fontos. Oké? És ő megfogta a kesztyűt, és belerakta a vízbe, és elkezdte mozgatni. Nagy, úristen, ez biztostalan, most már tudod, mit várod, csak a muslicát, hogy ő is belerepül a szádból. Kihúzta a kesztyűt a reklámban, és azt mondta, hogy a kesztyű tiszta lesz, de most nyilván ott van a kesztyűn, alig jött le. Egy kicsi lejött belőle. Hát ami ugye nem dörzsölődött. És meg mennyi érez, Júli? 6000 forintért? 6000, aha. Tök jó. Szerintem ember nincs, aki ezt megveszi egyébként. Kenjük vajat, illetve egyébként. Hova? Nem, hova? Hát nem, figyelj, ez nem, tehát ez sehova nem kell semmit kenni. Tehát ez nem, ez effektíve nem működik. Hadd ide! Nézd meg! Nem tudja, de nem tudja leszedni. Á? Látod? Ott csupa ketchup az ablak, semmi. Tehát 6000 forintért adnak egy olyat, ami az egyetlen ígéretét se tudta végrehajtani. Na most mi van, ha az önmagát tisztító kesztyűt, az egyik kesztyűvel megpróbáljuk a másikat letisztítani, érted? Mert ha minden tisztít a kesztyű... Akkor azt is le kell, hogy szedje, de nem szedi. De nem, te konkrétan a ketchupöt nem tudom a kesztyűből kidörzsölni. Nem csinál a fogyasztóvédelem valamit, komolyan, hogy ilyeneket ne lehessen reklámozni. Vagy reklámozni bármit lehet, aztán ha nem működik, akkor visszaviszed? Vagy és addigra meg eladtál 100 darabot, vagy ezre? És abból mondjuk csak 500 viszi vissza? Igen, azt mondja, hogy ha mintaboltban vásárolsz terméket, akkor arra nem vonatkozik a 14 napos pénz visszafizetési garancia, amire mondtam önnek, hogy ez miért. Ez is fura egyébként. Tehát azt mondja, hogy ha interneten rendeled, akkor nem látod a terméket, nem tudod kézbe venni. De mondtam neki, hogy én ezt itt nem tudom kipróbálni, tehát nem tudom rányomni a ketchupöt, és nem tudom megpróbálni, hogy vajon van ki hozza-e a
artan, akármiből. Azt mondta, hogy mivel ott a helyszínen láthatod, így aztán nem vonatkozik rá, fogalmam sincs miért, és egy év garanciát ad rá. Fülöp Zsuzsa azt mondta, hogy általában két év szokott lenni a garanciális idő. 6 hónap után neked kell bizonyítanod azt, egyébként általában az a szabály, hogy 6 hónap után, hogyha visszaviszed, neked kell bizonyítanod azt, hogy miért hibás a termék. De akkor ez most, hogy nekem kell bizonyítanom. Visszaviheted, csak az a gond, hogy ilyenkor, ha azt mondom, hogy ez minőségi hiba, igen. Hogy én megállok előttük, és azt mondom, hogy te prezentálom, bekenem ketchuppal? Igen, de hát így, ha így visszaviszed, akkor el tudod mondani, hogy én áztattam a kesztyűket, nézze meg, nem jött ki belőle a ketchup. Figyelj, mind a ketchup, mind a mustár rajta van. 6000 forintért adják, ami tényleg nonsense egyébként, és van, aki be is dőlenek. Mondjuk megveszi, ő visszaviszi, és még neki kell bizonyítani, hogy nem tudta lemosni a kesztyűről a mustárt, vagy hát, a ketchupot. Kérnek valami választ, hogy miért, mi a problémád, miért vagy vele elégedetlen? És akkor ők ezt vagy elfogadják, vagy nem. És hogyha nem fogadják el, akkor én mit csinálok? Hát semmit. Azt értem, hogy azért, mert én kézbe tudom menni, ez nem azt jelenti, hogy én ott a helyszínen ki tudom próbálni. Tehát azért nem vihetem vissza, vagy azért nincs visszafizetési garancia, mert én a helyszínen elvileg kézben fogtam. Igen, és megfoghattad, és megnézhetted, és kipróbálhattad. Tehát mondjuk egy műszaki eszközt be tudod dugni, és látod, hogy forog és pörög. De én ezt nem tudom megnézni, hogy az jól aprítja a gyümölcsöt, vagy akármit. Szóval ez az egész ilyen nagyon-nagyon furi. Hát azt érdekel, hogy nyomjuk belülre a ketchupet, akkor nem látszik tök semmi. És tökre jól érzed, így is van. De hogy van, hogy ez egyébként hogy van ezeknél a cégeknél, hogy ül egy ilyen gag csapat, akik nem a minőségre hajtanak, hanem arra, hogy találjunk ki olyan termékeket, ami jónak tűnik, bedől neki a háziasszony, meg is vehetik, elsőre úgy néz ki, mint a baromi praktikus lenne, mert a reklám úgy néz ki, hogy basszus, ez egy jó dolog. Jénait tisztít vele, ablakot tisztít vele, fölhúzod, és mindent meg tudsz vele tisztítani. Ezt kicsit belegondolsz, és rájössz, hogy nonsens, nem tud ugyanazzal a zsírt leszedni, amivel mondjuk egy fát megtisztítasz, vagy éppen fordítva, hogy ezt így kitalálják. Ez marketing. Kérem szépen, erre jó a marketing. Erre jó, ugye? Kitalálsz valamit, és egyébként meg mi vagyunk a hülyék megint, mert itt van a kezünkben a meggazdagodás kulcsa, ugye? Hiszen amit a Julit elmondott, ha te így hívod magad, hogy nem szakbolt, hanem mi? Mintabolt, igen. Ha te mintabotnak hívod magad, akkor vissza se kell cserélni. Kitalálunk valamit. Valaki egy pár zoknit 80 forintet a kezedre húzol, és ugyanez az eredménye. Én azt mondtam, akkor ez azt jelenti, hogy én egyszer megveszek egy ilyen marhaságot 6000 forintért, onnantól kezdve soha többé nem vásárolok tőlük, akkor nem lenne de jobb. De nekik tök mindegy. Nekik nem az a lényeg, hogy te rendszeresen vásároljál, hanem mondjuk 1000 vagy 2000 háziasszonyból vegye meg 500 a kesztyűt, aztán vegye meg 20 a másik italt, meg a harmadik eszközt, érted? Te vettél vala valamit? Egyébként? Én sose veszek ilyen helyeken. Ez nekem túl, hát nem hülyeskedj, hát ki a franc hiszi el azt, hogy 100 dolgot le tudok szedni egy ilyen kesztyűvel? Hát ilyenért nem, és ráadásul nem adok ki 6000 forintot egy ilyen valamire. Hívjuk már föl őket, Júli, kérdezd már meg őket ma délelőtt, hogy hogy mennyit adnak el ebből. Nekünk van ide kapcsolatunk, nem? Itt van valaki, akivel te szoktál. Nekünk a másik. Ja, náluk már megszakadt a kapcsolat? Vagy nem is volt? Nem is volt. Próbáltam hívni egyébként őket, nem, senki nem vette föl a recepción a telefont. Meghallották a nevedet, és mondták, Morning Show, és mondták, hogy köszönjük szépen. Nekünk a másik ugyanilyen értékesítőhöz van kapcsolatunk. Ők egyébként tök készségesek. Velük semmiféle kapcsolatom nincsen. Aha. De megpróbálom elérni, és megkérdezem. És a Fülöp Zsuzsa mit mond a fogyasztóvédelemnél, hogy nem szállnak rájuk? Vagy amíg nem érkezik lakossági bejelentés, addig effektíve nekik nincs velük dolguk. Ugye? Hát azt egyébként nem tudom, azt egyszerűen nem hiszem el, hogy hozzájuk még nem érkezett ilyen jellegű bejelentés. Meg azt se hiszem el, hogy Magyarországon úgy lehet árulni mindent, hogy nem kell bemutatnod, hogy ezt tudja. Ó, nem kéne lenni ilyen hatóság? Jó napot ki! Ott a videó, mondja Laci, videó, Jani. Hát ilyen videót én is forgatok neked, tényleg egy pamut zokniról. Jani, akkor adjuk, Jani megstoppolja. Egyébként Jani ez hiány, mert ő alaposan tudta volna csinálni. Jaj, Isten. Nem lehet, hogy leértékelték is, hogy Jani azért van Szabi, mert elment vásárolni? Nem lehet, hogy valami kesztyűleértékelés van, és holnaptól ment volna Szabira, de már elment négyet megvenni, mert 3000 forintért plusz. És akkor ezt most rátegyem a radiátorra, vagy mit csináljak vele? Száradjon meg? Igen, a kesztyű egyébként úgy néz ki, hogy csupa ketchup, csupa mustár, áztattuk egy 10 percet vízben, és semmi nem jött ki. Gyerekkesztyűje pont úgy néz ki. Nem jött ki a kesztyűből. Na jó. Kicsit kusztustalan. Hát ha már gyerekek, egy embert megóvtunk attól, hogy egy ilyet megvegyen, akkor már a rovat megérte. 9:30 múlt pontosan 4 perccel, jövünk mindjárt a reklám után, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10-5 perc van, ez az utolsó reklám, ez meglepett picit. Na mit? Igen, semmit, csak elmondták, aztán vége is lett. Na itt vagyunk. Kecskeméten az 52-es úton a Madaras Hiperrel szemben a városból kifelé tartókat mérik egy sötétkék Golfból. Ezt Peti küldte nekünk. Peti, köszi. M3-as 185-ös kilométerénél van egy trafi Budapest felé. Gulya
üzente, többször is elküldte nekünk, vagy többször jött át az SMS-ek, köszönjük szépen. Váci úton befelé az Angyalföldre érkezőket üdvözlik a szemben álló két csikosból, még a 70-es tábla előtt üzeni Handyman. KPM a 4-es hút 56-os kilométerélnél Szolnok irányába kamiont állította ki éppen, ez pedig Alex küldte nekünk. Mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel egyfajta transzcendens élményben volt részem. Nem, ez egy beteg élmény. Ne haragudj. Megettem reggel egy muslicát. És erről beszélgetünk, hogy vajon mit csinál az ember szájában egy muslica, hogy éli túl, túléli egyáltalán, és mi lenne, ha nálunk egy egymilliószor nagyobb valami bekapna minket, hogy próbálnánk túlélni, és hogy próbálnánk életben maradni. Egészen fura dolgokra jöttünk rá. Valamint ugye Jason Stathamről is beszélgettünk, de nem csak azért, hogy Zimányi Lindának esti programot ajánljunk, hanem... Halló, riadó munka. Hanem, hogy ugye lement egy konditerembe, már Jason Statham. És ugye gyúrni kezdett, és arról beszélgettünk, közé. Hogy egyrészt, hogy nem a szállodába jár gyúrni, saját szállodája, ezt nem tudok beszélni. Tehát, hogy nem a saját szállodájában gyúr. Kettő, ha már az ember konditerembe megy, akkor ott milyen típusú gyúrokkal találkozik? 6 vagy 7 típust tudtunk összeszedni, ugye? Muslica fölmászott az agyadba, megzavar. Igen. És hallgatóinket is arra kértük, hogy írjanak nekünk konditermes élményeket, milyen típusú gyúrokkal találkoztak a normálisokon kívül. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Ezek a kategóriák, nagyon szerettem, hogy összeszedték a hallgatók. Tehát az önimádó Dagi, vagy aki megizik a zokni felhúzástól is elfárad, és megiszik 5 szálkásított csokiséket, annyira látom magam előtt, és dumál a bárpultnál. Az használ egyébként ez a szálkásító, ha nem csinál semmit? Úgy kevésbé. Ráadásul, ha 5-öt nyomsz, úgy azért abban van kalória. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggel. Erről leszembe jutott, hogy mennyire régen voltam már konditeremben, hogy hiányoznak ezek az emberek. De milyen jól írták le hallgatóink, nem? De tényleg ezek vannak. Nyilván van a normálisan edző normális, de hogy hát őket nem veszed észre pont ezért, mert hát ők... Meg róluk nem lehet műsort csinálni, tehát ők a klasszik normálisan edzők, tök jó, de hogy az abszolút átlagos. Dagi, és a mesztelenkedő, aki tényleg mindenhol mesztelen van, vagy mindenhol mesztelenül van, és imád mesztelenül, de csajoknál is van ilyen. Van bizony, igen. Egyik hírességünk is nagyon szereti állítólag. Tudnánk neveket mondani, igen. Nő. De kizárólag a női öltöző. A női öltöző, de nem érted a funkcióját, mert az, hogy mondjuk nem akarsz az ízott ruhában kimenni a tusolóba, oké, gyorsan leveszed, beteszed, szerintem akkor is lehet egy tűrcsit körbe tekerni magadon, de ne tekerje ki. Tehát van az a test, amit mutogatni kell. De a többi nőnek. Nekünk sosem volt olyan, mert nem edzettünk annyit, érted. De hát miért ne? Hát mutassa meg, hogy tessék, ez a cél, ezt kell elérned. Gyúrjál még, igyál még. Már fél órája járkál ezt mesztelenül az öltözőben. Mesztelenül telefonált ez a bizonyos nő. Szerintem. Melege volt. Hát most. Letusolt, visszajött, megtörölközött, jött egy bejövő ézé, fölvette, és ment a járkálás, és a legszebb... De te tudnál egy kézzel öltözni? Tehát a másik kezed a telefon? Lehet, hogy nem csak magadra veszel, vagy körbe tekersz magadon valamit. Hát mióta egy szábrében neki az fél órát, egyébként egy 7-es BMW-t eladni, nem jellemző. Nem, tehát, hogy nem veszem fel a telefon. És sokan csinálják a férfi oldalon is. Ettél már valami muslicát? Nem tudom, nem? Róla. Soha nem ültem le, hogy na majd most akkor az lesz az ebéd, de elképzelhető, hogy bringázás közben, vagy futás közben, vagy valamikor így becsúszott. Mert? Nem, ma reggel megettem egyet, és gondolkozom, hogy hol lehet. Mesélj, milyen volt. Már elmondtam, már Feri már mindent tud. Már eljutottunk a drón muslicáig. Ő egy kubai drón. Ő nem egy egyszerű muslica, feltérképezik, mi van oda. Meg benne. Kell várni, mi átmegy rajtam. De nyugtasd meg a rajongóidat, hogy elmentes volt. Abszolút elmentes volt, csak sajnálom szegény. Ha kijött, azért jelezd. Jó. Jó? Feltétlenül. A fején egy ilyen kis fejkamerával. Egy ilyen kis GoPro lesz a fején a muslicának. Akkor viszont körbe küldjük a neten a belső felvételt. Na jól van. Oké, hívjuk a rap hallgatóját már is. Ha mondja, hogy Morning Show, megkapja az ajándékcsomagot. Hívjuk. Nagyon szeretem a kondis SMS-eket, nagyon jól jellemezték a kondiba járók nagy többségét. Tessék, Németh Zoltán. Hello, Zoli Balázs, Morning Show, hello, jó reggelt. Jó reggelt. Hello, írtál nekünk SMS-t. Sziasztok, igen. De igen. Kár, hogy nem mondtad, hogy Morning Show. Mert hogy az SMS-ed miatt te lettél a nap hallgatója. Aha, Morning Show. Jó, igen.
Ugye a arra... munkahelyen erre ritkábban koncentrálok, parancsoljatok. Igen, nem, arra kértük hallgatóinkat, hogy jellemezzék, ugye, hogy milyen konditeremben, milyen típusú gyúrókkal találkoztak, igen, és igen. Hát a Nagy Dumás Dagit szenzációsan írtad le. Zseni volt. Zseni, a konditeremben előforduló Nagy Dumás Dagi, aki látszik, hogy az oknihúzástól is kidöglik, ezért 2 órán át dumál a pultnál, megiszik közben 5 csokis szákásítóséket, végül távozik és dicsekszik, hogy ma is a teremben kezdett. Igen, igen, és mindenhez nagyon ért, csak már erre, ennyire nem bírtam kitérni rá. Igen, de saját élmény jársz terembe, ugye? Tehát, igen. Hogy ez... Hát most már egyre ritkábban lassan én is vágósújba kerülök, de elfogyott igen, a csokisség, mi? Igen. Igen, igen, maradt a csokisség. Igen, viszont már hívnak, hogy hallom, hogy hallanak adásban. Ezt remélem, nem? Hát, mit dolgozol egyébként? Én most nagyon dolgozok, biztonsági szolgálatnak vagyok a vezetője. Ó, a biztonsági szolgálat vezetője. Jól van, te vagy a nap hallgatója, hát ajándékcsomagot nem tudunk küldeni, de ennek ellenére ezt a kitüntető címet, ezt viselheted egész nap, ha ez vigasztal. Jó? Köszönöm szépen, Balázs. Köszi. Ciao, jó munkát. Hello. Csabikám, mi a helyzet? Remek zenéid lesznek? Nagyon. Ne sírj. Mi van? Ez a Chris Cab nevű ember, akiről már meséltem nektek, ez nekem egyre inkább bejön. Én azt gondolom, hogy ő képes arra, hogy elhozza a tavalyi évhez hasonló nyári slágeret, amit mondjuk a Pharrell Williams alkotott meg. Szerintem a Chris Cab-i lesz idén. Aha, de ez egy család, ugye, hogy Chris Rea, meg Chris Cross is. És nem, Chris Krab, azért is érdemes említeni a Pharrell Williams nevét a Chris Cab mellett, mert ő fedezte fel, tehát ő mentorálta, és hozta össze azokkal az emberekkel, akikkel ő lemezt tud készíteni. Egyébként pont a napokban jelent meg az első lemeze, amiről meghallgatjuk az újdonságot, a Liar Liart. Hát figyelj, én hallottam ezt a dalt. De olyan jó vidám, nem? Hát pont annyi is van benne. Hát ez egy nyári vidámság. Igen, ez egy ilyen egy nyári, tehát ősszel erre már senki nem fog emlékezni. De hát nem is mondtam, hogy az ősz sláger lesz, hanem a nyár slágere. Hiszen most játszod. Ez fiú vagy lány? Chris Cab. Férfi ember. Férfi? 21 éves fiú. Ja, azért, mert a dalból nem derül ki egyértelműen. Tehát ahogy a refrénbe belehallgatsz, nem tudod egyértelmű, hogy ez nő vagy férfi. Egyébként igen, az elmúlt évek hozománya, hogy kicsit ilyen feminim férfi hangok vannak, de hál' Istennek azért jöttek mások is, tehát nem csak a Bruno Mars féle magas hangok vannak. Ez az, ez a Chris Cab. Igen. Aha. Jaj, de szép kislány. Igen. Jó, hát akkor hallgass John Newman-t, vagy James Arthur-t, nekik férfias hangjuk van. Jó, mindenképp. 555-55-00, ez a telefonszám, Csabitól itt lehet dalt kérni. Csabi nagyon örül, nagyon szereti a dalt kérni tőle. Ezért vagyok itt. Így van, mi pedig jövünk holnap, Jani Szabin van még egy pár napig, úgyhogy... Fotókat ne felejtsétek, egy 20-ast adunk mi is érte. Igen, kérjetek fel autogramot, menjetek oda. Én tudom, oda, ki fogja küldeni. Ő maga. János, vagy Móni. Igen. Csabi jön a kívánságműsorra, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Ciao, ciao.